Hello! Szavaztok, gyerekek! Basztus, hatalmas nagy probléma van! Nagyon nagy gond van, gyerekek! Az utolsó videó alá írta valaki nagyon későn, már egy nap múlva, tehát most, amikor olvastam a kommenteket, az előtte lévő videónak írta, hogy nem működik a izé, nem működik a csiga lépcső, nem fognak följönni rajta zombik, hogy kipróbált a csávó, és azt mondta, hogy ez nekem, ez nem lesz jó. Úgyhogy hatalmas nagy gond van, nem tudom, ezt ki kell próbálnunk mindenképpen, jó, hogy írtad, mert nem zombi hordakor kellett volna kitalálnom ezt. Egyébként felupgrade-eltem ezt az egész hóbelebancot, ott építettem, ástam egy akkora gödröt, egy hatalmas kráter van, viszont valamire legalább rájöttem, most már mélyebbre kellett ásnom, ugye, hogy gyűjjön a kő, mint az állat, és vannak ott izék is, ércek is, tehát ilyen nitrátot, meg mit tudom én, szerelt vasat, azt is lehet találni itt is, én arra gondoltam, ugye, hogy itt nem lehet olyat csinálni, de lehet. Viszont föl van minden upgrade-elve, már ide is készítettem, nézzétek, hogy micsodát. Ja, egyébként próbálgattam, hogy hogy lehetne fösteni, mert már elfelejtettem, csak rájöttem, hogy fösték kellene, mert borzalmasan ronda egyébként ez a, az a kauceráj, úgyhogy mindenképpen fogunk füstögetni is. Jól van, kettő darab ilyen víztároló az megvan, szerintem ide egy négy férne oldalanként, tehát összesen 8, úgyhogy bele kéne vágni a lecsóba. Gyerekek, várjatok egy pillanat, ezt az ecsetet ezt kirakom, és azt berakom a túlokhoz. Rájöttem egyébként, hogy ez nagyon messze van ez az egész dolog. Ja, kraftoltam néhány fáklyát, úgyhogy az alapanyag az ment a levesbe, de olyan sötét volt az egész hely, meg ráadásul szürke ez a textúra, úgyhogy szörnyű volt. Szörnyű volt, úgy gondoltam, hogy ha még ha el is cseszem a fáklyákra, akkor is mindenképpen szükségünk van nekünk ilyenre, de a túlokba várja. Ja, hát igen, kipőnek el van törve a lába, gondolom azt így észrevettétek. Igen. El van törve a lábam, mert már megint leeste, ugye? A külsejét kellett ennek kraftolni, ugye kellett csinálni, vagy kraftolni, felupgrade-elni kellett csinálnom ilyen, minek nevezik ezt? Várjátok, először elmegyünk gyors traderhez, még mielőtt bezár, mert lehet, hogy veszünk valamit. Van nálunk pénz. Apunál van pénz. Ja, eltörtem a lábam, gyerekek, leeste. Ugye a külsejét csak úgy értem el, hogy megint kellett csinálnom ilyen állványzatot, hát szépen le is esett a keeper, aztán kitörte a lábát, úgyhogy azt látjátok. Most ott beoldalt, hogy 13 percig, még ki van törve a lába a keepernek. Na hát ez van igazából, úgyis éjszaka még akarok valamit csinálni, de nappal ebben a részben most már megyünk questelni, mert már tök jó lenne, viszont innen akarok venni dolgokat, csak már megint elfelejtettem, hogy miért jöttünk ide, de talán rá fogunk jönni. Ja, meg kraftoltam egy ilyet, úgyhogy benn van a izébe szerintem. Ott. De azt lehet, hogy már előző részben, ugye? Lehet, hogy előző részben, ha nem emlékszem. Fösték, nincsen véletlenül pai. Van fösték, ezt meg akarom vönni. Ki akarok fösteni, gyerekek? Nem tudom, hogy kell, de majd mindjárt rájövünk. Ne, 50 darab 36 izébe, dezsőbe kerül. Jaj, gyorsan. Gyorsan meg akarom nézni, mi van itt nála. Most akkor megveszük az olyan dolgokat. Egyébként ezeket is érdemes lenne megvennem, nem? Water filter, mondjuk 7500 érdem. Meg igazából annyira ki tudom, hogy... Ja, annyira nem probléma nekem az. Várjál, gyorsan gondolkodjál keeper, hogy miért jöttünk ide. Ja, ezt a... ilyet akarok venni. Oké, meg akarok venni egy kotont is. Hát, hogyha jönnek valami jó csajok. Ja, seed van. Az kár, mert ugye akkor ebből tudnék rongyot csinálni. Jaj, de kár, na mindegy, jönjünk a frazba. És ezt azért vettem meg, szrüheleli fogtok, de leszkrepelem a frazba, ebben 37 darab rongy lesz. Úgyhogy megy a rongyrázás, az erre, meg kéne nem egyet, meg egy csomó mindent kéne csinálni. Visrálom kaja, bazze, le vagyunk amortizálódva. Föl kell menni fáért, kell egy csomó mindent csinálni, meg akkor, hogyha itt lárában vannak cuccok, akkor azokat föl kéne vinni. Igen, pörgök, megittem a kávémat, ne arra ugyanak. Készüljetek föl, pörgési van. Igen, megittem a kávémat, ja, ezt is fölviszem hát akkor már. Igen, föl lehet upgrade-elve minden, de viszont írta egy srác tényleg, hogy izé, hogy a lépcső ez nem fog működni, hát arra készüljek föl, hogy ezek itt nem fognak följönni, hanem szét fogják verni, úgyhogy teszteljen, mert különben a zombi orda alatt nagyon rá fogunk cseszni. És a Parkside oda van, gyerekek, oda lett a Parkside, az hatalmas probléma. Jó, menjünk föl, meg akarom csinálni a föl és a lejáratot most már egy kicsit komolyabban, úgyhogy ebben a részben mindenképp azt meg kéne csinálnunk. Éjszaka egy kicsit itt még építkezünk, hogy ne így köljön például fögyünöm, mert egy kicsit veszélyesnek érzem azt, ezt a formulát.
Úgyhogy fát magunkhoz kellene venni, hogyha nincsen. De van, de van, de van, de van, de van. Olyan kellene csinálni. Kivágtam az erdőt, amit ültettük, úgyhogy az oda lett, gyerekek, arra készüljetek fel. Sorry, de szüksége volt a képőrnek arra, hogy legyen nekünk olyanunk. Bár mit akarok csinálni? Hát csináljunk egy 100 darab ilyet, mert ez mindig jó, hogyha van, meg amúgy is kellene. És akkor tudunk most már festeni, várjál, túlokba beraktuk, azt nem tudom, hogy kell, nem emlékszem rá, de tök jó lenne kifösteni például a padlószintet, vagy nem tudom, a falakat, vagy valami csodát, gyerekek, ki akarok fösteni. Ez hogy van? Ez elvileg úgy van, hogy ki tudod választani, hogy milyen szint akarsz. Mi ez? És ezt nem tudom megnézni, hogy milyen színű, vagy hogy van ez, baze, és ez, várjál, ez valahogy érdekes módon van. Nem ezt, baze, nem ezt akartam megnyomni. Materiál, ja így néz ki, ilyen fehér. Ez meg, ez ilyen tört, mocskos fehér. Padlót is le lehetne járólapozni, minden gyerekek, ez nekem annyira imádom ezt az ép, ezt a dolgot, hogy ezt mindenképpen fogjuk se. Remélem egyébként, hogy csak a belső felét fösti ki, külseje nem lesz olyan csufos. Azért ez is adná a gyerekek, nagyon tetszenek ezek a dolgok, vagy ilyen faburkolatú lenne. Vagy valami high-tech legyen? Legyen ilyen, vagy nem high-tech. Peros? Vagy fehér? Gyerekek, várjál, és akkor ki lehet választani, eszem, hogy föstesz? Hogy ki tudod önteni az egész falat? Nem tudom, hogy hány blokknyit tudunk kifösteni. 50 darab föstékkel, ebbegyünk el a búcsúba. És ide kattintok, hogy föst az egész falat nekem, vagy hogy lesz? Várj, egy kisebb falon megpróbáljuk itt. Nem ezzel. Jobba? Hiii! Móre! Hogy fogy a festékem? Hogy fogy? Várjál, 40. Hoppá! Akkor várjál, akkor blokkonként fogy egy. Viszont ez jó, koszos, mocskos főhír fősték. Oda nézzél, testvérem! Hát ki lesz föstve egy kicsit a kecó? Hát már is mennyivel jobban érzi magát a keeper. Ja, ez jó, mert így akkor ki tudod... De ez mi ez? Ez ilyen márványszerű, testvérem. Úgy csillog, villog, turkuglu! Varázskristály. Na, jó van, nem ökörködünk. Itt ezt így körbe kéne kenni. Hát ez bőszben jó, ez a füstögetés, gyerekek, ezt már most élvedem. De mondjuk ez a csillogó fehér, ez nekem egy kicsit olyan gáz. Ilyen műanyagos, úgyhogy ezt lehet, hogy átfestjük, de legalább most már tudjuk. Várjátok, elvileg lehet kraftolni, nem? Paintet tudunk kraftolni. Izé kell hozzá ilyen növényi származék, és akkor meg water. És akkor tudunk kraftolni, nem tudom hány darab gyűn ki belőle, gondolom lehet, hogy nem úgy, egy. Nagyon jó. És akkor ezt ki kéne fösteni, ezt a kecót. Nagyon imádom, tetszik ez a hely, nagyon jó gyerekek. Viszont meg kellene csinálni, és nem véletlenül csináltunk ilyen blokkot, mert kéne néhány létra, és meg kéne csinálni föl- és lejáratot, és kitaláltam már hogyan. Legszívesebben már megmondom őszintén, megcsináltam volna, de nem akarom lelőni a poént, mármint... Úgy értem, hogy nem akarom lelőni a poént, hogy nem akartam úgy megcsinálni, hogy nem vagytok itt. Hát amit látjátok, egyébként egy komplett napig tartott, amíg meg elkészítettem ezt az upgrade-elést, meg a bányászatot, úgyhogy nem lett volna túl izgalmas, jól tettem, hogy gameplay-en kívül csináltam, mert tényleg boromira unalmas lett volna az egész folyamat szerintem. Jaj, várjatok, mi a túrót akartam én még itt csinálni? Ja, ezért kellene nekem, lajtorgyát akarok csinálni. Lajtorgyát, de lehet, hogy ilyen lajtorgyát csinálok. Le kéne ugranyi, és akkor... Ugorjál le, keeper, papa, gyorsan a bálára. Azt tervezem, gyerekek, hogy legyen mondjuk a följárat, várjál, legyen itt a följárat, és a leesés az meg mellette, és akkor tök vicces lenne, majd mindjárt meglátjátok, hogy mi lenne vicces, mert kitaláltam valamit erre a dologra. Elvileg, várjál, nem tudom, hol nem tudják elkapni a zombik? Én itt el tudom kapni még? Hát én még nem, akkor itt kellene. Úgyhogy mindjárt itt megint upgrade-elés lesz, de mondjuk ezeket a létrákat nem olyan buszályos felupgrade-elnyem, és a mellette lesz, gyerekek, olyat kitaláltam, be fogtok hudjani. Komolyan mondom, majd mindjárt meglátjátok. Be fogtok húgyani, szerinted azért megint. Új, igen, tudom, ittam kávét, és sorry, hogy itt most a pörgési megy. Itt ezt ki kellene furdjani a képernek, egy kicsit le van amortizálódva ez a kotlánk. Javítsuk. Egy pár javítókészlet azért elugrott, úgyhogy sajnos. Sajna. Meg egy csomó üzemanyag, úgyhogy majd azt kell venni, meg köszerezni, meg amit akarunk. Na figyelj, ezt így kellene megcsinálni, hogy itt tudunk fölvenni, ez tök jó, mert ide megérkezik a keeper. És ugye a melletti,
Mondjuk egyel lehetne, mondjuk lejárat, és lehetne egy nyíl, hogy itt te leugrasz, ott meg fögyűsz, nem? Az így tök full lenne, meg ráadásul még ide már választgattam én magamnak, de lehet, hogy elveszett. Ilyen likat ide lerakna az ember, azt szerintem tök poén lenne, hogy ott ugrálná le, érted? És akkor a bálákat úgy csinálnánk meg, hogy akkor pont alá raknék bálát. Szerintem az vicces lenne, nem gyerekek? Úgyhogy itt meg mellette lesz a leugri-bugri. Elvileg itt van egy blokk, itt meg nincsen, mármint oszlop. Szerintem ez baromi jó, és mondjuk, vagy tábla is lehet, hogy exit, meg nem exit, vagy nem tudom, enter. Enter, enter the matrix. Ilyesmiben gondolkodtam, hogy ezt így belesummasztanám ide. Szerintem a vicces kategóriába beleférne, így a ligba. Aztán így, azt konkrétan így leugranám, mint a macska Jancsi. Nincsen nálam, mit csináltál? Nem betonról akarom csinálni. Kár, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Ez a kb. Olyan érzésem, mintha egy vécé lenne, de nem vécé. Na figyeljetek, lömögyünk, és akkor kellene gyűjtenünk nekünk egy buzavirágot, azért, hogy a bálika. Figyeljetek, meg látunk egy izét, látunk egy zombet, akkor azt megkörnyékezzük, és megpróbáljuk föcsalni oda, megnézzük, hogy ez hogy fog működni. Jó? Úgyhogy arra készüljetek fel, ezt nem tudom, mivel kell szétverni. Jön belül a fű, hány darab fűjünk ki belül? 7. Úgyhogy van veszteségünk. Na mindegy, kellene nekem ilyen. Legalább, szerintem egy... esünk le? Ott esünk le. Így kellene néhány darab bála. Szerintem egy 3 minimum, hogy mindenképpen arra esek rá, ne kelljön célozgatnom, és akkor ugye instant ki tudunk gyűri. Szerintem ez tök frankó lett, de... Úgyhogy legalább a 3 darab bála, ami azt jelenti, hogy egyébként a madárfészekből is gyűnám fű, azt tudtad-e? Ja, nem gyűn. Hogy lehet, hogy gyűjt. Na, bálete kellene csinálni. Recept. Egyébként megpróbáltam kraftolni ilyet, ennek nincsen semmi fénye, úgyhogy semmi értelme nem volt volna. Na, kraftoljuk le a 3 bálit. Aztán már mehetünk is, ugye megcsináljuk. Lapjára kellene rakni, nem élire. Ezt akkor frankó lenne, gyerekek. Csak nehogy az legyen, hogy innen a zombi eléri. Ja, mindegy, ide rakunk egyet, ide rakunk egyet, meg rakhatunk ide egyet. És akkor itt csak arra esek rá, nem? Annyi esze... De mondjuk itt esek le, itt, akkor azt kellene csinálni, hogy ide még 2-t kéne dobni. A 2-t még dobunk, azt akkor biztos, hogy arra esünk. Nem akarom nézegetni, hanem hogyha ki akarok jönni, akkor csak kiugrok mind a hülye vonatból, érted? Aztán akkor már földet is értem. De ez mekkora királyság, nem gyerekek, hogy így ki tudsz jönni. De most a fűjét kellene ütnem, nem a bokrokat. Késse vágom. Nincsen valami fűnyíró? Ez is egy botos kasza azért meg elférne a játékba, nem gyerekek? Aj, nagyon be vagyok pörögve, nagyon várom, hogy menjünk izé. Ja, meg tök jó lett ez a cucli kombó. Tök jó lenne kell gyűjtenünk nekünk a virágot, és akkor ki tudnék füstenyi. Tök élném azt, hogyha tudnék füstenyi. A gyerek, 2 bálát még lecseszünk ide. De tudjátok még mi lett volna vicces, hogyha egy ilyen... Ó, már rá is jöttem, hogy mit kellene ide még csinálni, he. Hogy a cső így folytatódna még onnan föntrű. És konkrétan az így megvezetne, érted? Hát az mekkora feeling lenne, hogy egy csőbe csúszó lefelé? Tudod, hogy mire gondol a keeper? Mindjárt megmutassa. Az szerintem rohadt nagy feeling lenne. Hogyha, ja, még mindig el van törve lábika a lábikó. Így. Hogy konkrétan mindegy ilyen tojócsőbe így csúsznál le. Jó, nem akarok ám teljesen megbondolni, de bocs, ez érte, hogy ilyen hülye a keeper. Hát ez mekkora feeling? Hogy a tojócsőből így kisuttyansz. Hát ez, és így megvezet, érted? Így nem tudsz rosszul leesni, hanem tényleg ebbe egy végigkalisztósz. Szerintem ez nagyon nagy feeling jelent, nem? Azért ez kajakság. Ettől borulna így össze az egész, mi? De mondjuk nem is ilyen cső kellett volna, hanem volt olyan cső. Júj, várjál, elcseszti a keeper, lehet, hogy ezt ki fogjuk ütni. Volt szerintem olyan cső, amelyik ilyen csőcső. Mármint ilyen csőcső, nem? És ebbe így még, ez mégis jobban nézed volna ki. Érted? Ebbe végig tudunk sutyani? Ugye fölvegyek, aztán beleugrok, kipróbálja képből. Nem, ez túl izé.
Ja, hogy az ilyen nem cső. Akkor oké. Okay. De nincsen olyan cső, hogy amiben csővel csövesként bele tudok ugrani? Ilyen-e? Ez. És akkor ez várja, megnézzük, hogy ebbe bele tudunk-e ugrani, annyit csinál a keeper bácsi. Minden, hogy forgatja, csak úgy nem, ahogy akarod, oda néz. Az összes opció. Na. Ebben nem engedi beleugrani, more. Aha. Nem lett volna, de. Nem akkora király, várjál. Jó, hát ez ugyanakkora, mint az. Az úgy sokkal menőbb lett volna, hogyha ilyen cső alakú. Jó, itt meg leesek, akkor vége van. Egyébként ennyi elővel létrán is le tudnék gyűli, szóval nem lenne egy nagy 600 éle jöddöm. Várjál, itt ezt én szét fogom most augerelni. Rájöttem, hogy én nem ilyet akarok, hanem high-tech-ebb legyen a téma. High-tech-ebb legyen. És a legelső után már cső fog jönni. Ja, ilyenekkel cseszem el az időt, mi? Gondoljátok, hát öcseim. Na várjál, viszont a drónomnak készítettük, ugye? De azt szerintem már az utolsó részben, amikor vettem fel, akkor meg volt. Csinált a keeper. Ja, most van egy kis alapanyagunk, úgyhogy tök jó. Hát nem olyan túl sok, de azért pár darab így meg is maradt. És akkor ez után már ilyen cső fog jönni. És akkor kipróbáljuk, szépen leugrunk mindjárt. Még mindig el van törve lábi. Na. Figyelj, jöhet ide a cső. Na, ilyenre gondolt a keeper. Mindjárt kipróbáljuk, hogy le tudunk-e ebbe kalisztónyi. Ez böszbe jó, he? Nem? És az így, mint egy puska lőszert, úgy megvezet minket ez a cső, érted? És akkor konkrétan nem tudod elhibázni az ugrást. Ez marha jó, he? Gyerekek! Nagyon jó, nem? Pont írta valaki, hogy tök aranyos volt, ez irigyli a kreativitásom, hogy mindig ilyen kitalálok ilyen bótságokat, mert ő általában mindig ugyanúgy csinálja. Persze, az sem rossz. Ez nagyon jó, mert juhu, a drón megint utál, becsém. Meg mi is akkor tök jó gyorsan föl tudunk itt vanszorogni, annak nagyon örülök. Csak ezt, várjál, ezt lehet, hogy visszaveszem, mert szerintem a báláról elérem. És akkor azt csináljuk, hogy a báláról ugrunk oda. És akkor nincs az a gond, hogy a zombi nehogy véletlenül hülyeséget csinálja nekünk. Aztán felugorjon a báláról az is. Aztán futtak föl, mint a nyulak. Ura jó, hogy ezt megtaláltuk, gyerekek. Tudjátok, hány blokkot kellett fel-upgrade-elnem? Hát, szív leszakad. Egyébként lemasszám, hogy 2 darab skill pontunk lett is. Az upgrade-eléstől, meg a bányászattól, bár nem értem a bányászat, miért ad olyan rohadt kevés XP-t. Úgyhogy azokat lehet gyorsan elkére osztanunk. Ugye itt a Lucky Looter-t azt még mindenképpen egyet fölcsapunk. Itt már az a baj, hogy 3 vagy szinten kellene lenni ennek. Viszont ugye ezt mindenképpen jó lenne kimaxolni, mert ugye a penetration skill az nem rossz. Meg azt mondom, hogy a Dida is jó, de vagyok az rifle? Nem, más szerintem minden egyébként annyira nem is kell. Esetleg az Animal Tracker. De nagyon más, nem? Viszont ugye mondtátok, hogy ez is tök jó lenne, hogyha az agility-vet kihúznám nyilvánra. Meg ugye kellene pakolnunk közben a... Mindjárt mondom, erre is ugye a sörétesre, mert azon sincs egy büdös darab se. Hát ugye a minorre is jó lenne, de egyébként az meg ugye nem létszükséglet, csak lassabban tudsz vele dolgozni, úgyhogy annyira nem gond. Igen, ez jó, ezt kimaxoltuk, bár most egyelőre nem termesztünk, de fogunk majd. A kardió ki van, ja, meg a izére is egyébként tök jó lenne rakni, a parkörre, hogy magasabbra ugorjunk, ez is például nekem tök tetszen. A running gunra is kellene pakolni, ugye, nyilván erre is, úgyhogy az a baj, hogy most már kezdenek így megoszlani. A running gunra pakolok először, hogy gyorsan tudjuk izélni. Tárazni. Aztán a parkörre is fogunk egyébként. Jó, ez viszont... Ez tök jó, hogy megvezet, mert igazából nem tudsz rosszul ugrani. Ez nekem nagyon tetszik.
Na menjünk fel, azt megnézzük igazából, mi az, amit még tudnánk csinálni, meg el kellene készülnünk, mert lassan már indulási van, gyerekek. Várj, ezt ugye itt hagyjuk. Erről volt szó. Ez most, ja. Meg igazából ezt is itt hagyom. Jó, és akkor tudjuk, hogy a motorban van az összes üzemanyagom. Egyébként mindig van 5000-es pakk az árusnál, akármikor tudsz venni, szóval hát legalábbis ennél, nem tudom, lehet, hogy későbbi loot stage-eken, vagy pedig későbbi napokon már ugye mindig van, de 5000 üzemanyag, ahogy láttam, így van. És miért itt jöttem föl? Ha? Na, viszont kellene még valamit csinálnunk, ugye akkor itt is meg kéne csinálni, és itt ezt betonnal fel kellene upgrade-elni, ugye kellene rács. Ugye ez például kéne kettő rács, és ezt mindenképpen betonnal kéne felupgrade-elni, én arra gondoltam. Az meg ugye nekünk azt hiszem, hogy van is. Ja, arra gondoltam, hogy ezeket a ládákat úgy kellene megcsinálni, hogyha itt elkészül ez az egész az a cáré, akkor inkább így körbe rakni ezt az egész platformot a ládákkal. Az sokkal faszább lenne, mert akkor ugye itt, amikor craftolsz, akkor úgyis ide nyúlkálsz. Nem az van, hogy el kell menni itt azért 20 métereket futkarászni. Úgyhogy ez valószínű, hogy ezt itt megfogjuk majd. Hát figyelj, ide el kell jönnem basszus a fémér, meg a kőér, meg ezekért. Úgyhogy ez nem a legbarátibb. A betont elvisszük, és akkor azt felupgrade-eljük mindenképpen már betonra. Meg lehet, hogy hú, de jó néz ki, hogy tök jó lenne kifesteni az egészet. Úgyhogy ez már most akkor beton. Úgyhogy ez bírja, mint az Isten nyila. Meg ugye leginkább majd ez kellene. Figyelj, nem tudom remove-olni egyébként a izét, a füstést. Ecsette vagy bármivel is. Nincs egy olyan opció, hogy itt remove, vagy akármi. Mert most rájöttem, hogy igazából a sima beton az még jobban volna. Várjál. Ezt cseszhetem el. Mert gondolom, hogyha felupgrade-elem. Ó, de jó, eltűnik. Ugye ezt a zombi váró rész, azt lehet, hogy felupgrade-elem. Na ugye ez lenne legfontosabb. Egyébként a beton marha jó, meg az már nem annyira sötét. De hát mondjuk elég sötét, de... Hát jó, nem sokára lesz elég. Lehet, hogy el kéne kezdenem betont készíteni, de ugye van betonkeverő, meg van minden is. Az frekventált részeket ki kéne betonoznunk. Meg ki kell próbálni, meg kéne menni, hogy felcsolni legalább egy zombit, hogy azon a rohadt létre, hogy lépcsőn, ha nem jön föl, akkor tényleg az bontási lesz. Na jó, oké, ennyi volt. Talán cementem van, de mondjuk tudunk azt hiszem, hogy cementet kiégetni. Mi kell hozzá? Cement, szón kell hozzá. Jó, hát akkor ezt lehet, hogy azt megcsináljuk. Ugye... Hát ez ennyi, hogy akkor be kell szórnom a stone-t. Oké. Hát jó, akkor kell stone. Minél több stone. Uh-huh. Meg itt meg lecraftoltam, gyerekek. Igen, a supercharger mód meg ez a mód, úgyhogy ezt a Chavingo-t, ezt be kellene modolnunk. Meg azt hiszem, hogy tudok még egy modot hozzá csinálni, úgyhogy ez tök jó lesz, várjál. Fú, gondolkozzál képer, hogy mi a francot akart csinálni, mert össze-vissza csinálsz mindent, és ne kapkodjál! Hol van a... Igen, ez a mód, és akkor elvileg... Ja, meg van rajta egy izé, hogy pirosra festés, de mi értelme van, testvéreim? Na, nézzük meg akkor most a csábót, lerakjuk, és elvileg... Ma. Great to see you, master. Hour up complete. Hát ez kurvára nem lett nagyobb inventory, vagy igen? Egy sorra nagyobb lett neki. Jó, akkor ugye amiről beszéltünk, hogy... Szomjasok vagyunk. Amiről beszéltünk, hogy gyógyszert fog ő hozni, ilyet. Figyelj, hozzon bőven, nem? Ilyet. Meg hozza ezt is. Meg a mézet is. Hozza ezeket, meg akkor hozni fog lőszert nekem a mód. Ebből... Ja, mindjárt. All systems go. How may I help? Figyelj testvérem, az lesz neked a dolgod. Hogy ezeket hordod utána, mind az atom. Mást egyelőre szerintem nem kell neked hoznod, de lőszert az viszont kell, de viszont ki kell pakolni. Úgyhogy rendezzük már el a dolgokat, mert megőrülünk. Fa. Ezt is kirakom, most egyelőre nem fogunk építkezni.
Ez... nincs több fa. Nem, menjünk sorba, mert itt már megint izé van, őrület van. Viszont a vasat be kéne olvasztani, az ilyen scrap metal, mindig csináljuk azt, hogy beolvasszuk, mert különben... különben nem sok értelme lesz itt a dolgoknak. Jó, stone készül, csinálunk cementet, van betonkeverőnk, vagyis tudunk csinálni, hogyha lesz egy darab. És itt van egyébként még cementem is, tök jó. Oké. Szóval minden szuper lesz. Jó, a mézet be akartam rakni még ennek az inventoriába, hogy ezt ne én cipelgessem, és akkor rendbe rakjuk a magunkat. Kő. Oké. Nincs több kő, ugye? Jó. Fém. Ezt ide berakom, mert most nem tudom olvasztani, mert úgyis tele van. Jó, a kő, még a nitrát is nekem a kőhöz tartozik, ugye mindig. Itt nincs semmi. Alkatrész. Nincsen alkatrészem, hát van egy darab modom egyébként, amit ugye majd a mindjárt berakunk a vérdába, vördába. Eladó cuccokba ezeket kirakjuk, aztán majd, hogyha kell, akkor cipelgetjük. Szervetlen craftba esetleg, ja, festék az mehet ugye oda. Jó. Szerves craftba, nem, ez kaja alapanyagnak számít nálam újabban. Meg ez is, bár igazából nem csak arra jó nyilván. Csontot azt hoztam bőven gyerekek, ez meg még megy bele a izébe, járműbe. Szerves craftba még ez is mehet bele, meg ez is, meg ez is, meg ez is, ugye? Jó, ezt meg ugye kell. Oké. Tools, a toolsba mi lehet az ecset? Nem kell nekünk ecset. Armor nem kell, itt van ammo, ami nem kell, és van weapon, ami ide megy. Oké, ez így fasza. És a kaja alapanyagba menjen ez is, menjen ez is, menjen ez is. Kész kaja. Kell magunkkal vinni? Nem kell magunkkal vinni. Jó. Kész pia. Nem hiszem, hogy nagyon kell magunkkal vinni. A drónba. Ezt még belerakom. És akkor ammót hozzon, meg én is rakok el ammót. Mondjuk vigyünk szerintem egy ennyit, meg vigyünk a satihoz egy 300-at, és a maradékó... Rakjunk ő neki is be, vajon gyerekek? Ez igazából holthatná... Mert hát jó, hozzon. Hogyha nagy szarba vagyunk, akkor ne kelljen. Jó, akkor ezeket viheti, ugye? 1 óra 50 van, tök frankó. Más nem craftoltam, de ugye nem tudjuk megcsinálni. Várjátok, a izét azt meg kéne néznem. A... Mi ez? Drón. A drón modot elvileg tudnék szerintem még craftolni. Ez mi? Igen, ezt tudnám craftolni, bár ez nekem annyira nem fontos, hogy híleljen. Hílelem én magam. Ez a stamina bónuszos, ez jobban érdekel egyébként. Csak kell hozzá 100 rongy, úgyhogy a rongyot kell szerezni majd. Ezek meg szerintem megvannak, csak izé kellene. Jó, oké, akkor annyi kellene, hogy a szervetlen craftba viszont nekem megvan ilyenem, és ebből valószínű, hogy én le fogok craftolni még egy... nem cooler, mi kell még hozzá? Várja, mi ez? Collector. Ja, kell hozzá 4 pipe, meg kell hozzá duct tape. Szervetlen craft. Oké, meg kell hozzá 4 pipe. Ez tök hülyeség egyébként, hogy ilyen messze vannak egymástól, ezért nem vagyok vele kivékülve. 27 másodperc megcsinálja, jó, akkor mehet vissza a pipe, és mehet vissza akkor oda a szervetlen craftba. Ez meg ez, jó? Így akkor, és akkor még egy collector-t így összedobunk. Legyen belőle szerintem minimum 4, de lehet, hogy inkább lehet belőle folyamatosan kéne csinálni. Lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy az összes járművet meg mindent szétszedni. Csak az a baj, hogyha elmegyünk questelni, akkor meg rengeteg... Oda van a Parkside gyerekek, pedig azzal lehetett volna izélni, lehetett volna szétszedni hamar. Jó, ezt lehet, hogy el fogja vinni a Keeper. Az augert... Meg szerintem nem fogom vinni az augert, gyerekek, mert akkor üzemanyagot is kell vinnem. És azt most akkor hadd ne vigyek.
Ezeket visszük, meg akkor kellene nekem ide egészségügyi, nekem is, hogy valamit azért rám tudjak küldeni, hogyha nagy szarba vagyunk. Ide meg még akkor van egy slotunk. Amúgy van, amit nem tudok, hogy mit fogok oda rakni egyelőre, de majd meglátjuk. Ezt a collectort, ezt kik le akarom rakni. Oda szépen melléje. És nézd meg, így frankó, minimum 4, de inkább 8 darab jó lenne. Tök jó, egy sorba. Hú, ez a lépcső, ez nagyon tetszik. Jó, és ez lehet, hogy egyébként ebben... Ja, lehetne bele vennem ugye morokat, és akkor még gyorsabban gyűjteni, de nem baj, hogyha lassan gyűjti. Viszont inkább abba bízok, hogy elég jól fogunk lootolni most már, ugye. Úgyhogy azért egy kicsit nem bánom, hogy nem veszek meg mindent instant. Na gyerekek, mit kellene még vinnünk magunkkal? Ezt lehet, hogy meg kéne javítani a dolgokat, hogy ne később kelljen vele szarakodnunk. Hát ezek megmaradhatnak így. Mondjuk ez a fejszét, ezt megjavítom. Jó, legyen minden megjavítva. Legyen minden rendben. A motorba bele kellene raknom azt a modot. Na ki kéne próbálnunk, hogy... Hogy a zombi följön-e. Ezt gondolom föl kell venni hozzá, vagy hogy vagy? Nem így? Így? Ja, mert várj, hogy kell ezt modolni? Így? Na, majd megszereltem, bazd meg. Így kell, aha. És akkor elvileg ez a gyorsabban vagy. Ó, oh, itt is izé, aha. Na, izébe írja. A speedet az 9 méter per szek. És akkor, hogyha ezt beraktuk, akkor... Ez ugyanúgy 9 méter per szek. Érdekes. De szerintem jobban megy. Jó, oké. No probléma. Kéne szereznünk egy zombit, de legalábbis... Ó, ott egy loot, ott a loot, gyerekek. Gyere ide! Nem, eltörte be azzal a lábamat az ügye. Hát azért már mi... Ez hihetetlen baze. Na! Eltörte a lábamat! Hát komolyan mondom, én nem hiszlek el. Bazze, hogy tört el ez a szar a lába volt? Várjátok, ki szét kéne vágnom, nem? Szét tudom? Szét hang. Minden alapanyagra szükségünk van. Na nézzünk, egy zombi nincsen véletlenül valahol, azt akkor az elől felfutnék. Most ez elől nem nagyon akartam. Bazze, 26 percre tört a lába volt. De jó vagyok, komolyan mondom, nem hiszlek el. Ott van egy kutya. A kutya is, hát, ott egy medve is, basszus, mi a fa? Van egy gyerekem. Ugye mehetek megint kipakolni. Az egy zombi medve, hallod, lootolunk agyba fölben, nagyon király vagyunk, csak eltört a lábamat a csávó. Mit jön minden lovat, baza? Figyelj, ki is üzeljük, hirigöljük. Sok zsír mindent adja, le viccelje. Na, Parkside? Nincs Parkside? Itt ezt meg is eszem. Meg ezt is. Jó, ezekben egyébként epic jó lootok vannak. Úgyhogy ezeket érdemes farmolgatni. Egy zombi az már nem, nincs semmi. Ezek, bar, ott is egy, hallod? Ja nem. Mi az, bazd? Az egy autó. Ja, lehet, hogy annyit csinálok, hogy még éjszaka, még mielőtt kinyit ez a boat, vagy mi ez, boat, az autókat szétszedem ezzel a cuccal. Aztán akkor lesztek, talán egy motort bemákolunk, és akkor tudunk csinálni mondjuk ezért. Tudod, hogy mit? Mi az? Betonkeverő, az nagyon kéne. Ütő. Nem baj. Figyelj, szétszerem az összes autót a környéken, meg mindent is szét fogok szedni azután. Ebből, is lehet, ezt is szét lehet. Mindent is szétszedünk. Ezt magammal fogom én is szétszedek mindent. És valami, challenge-eket, basszus, azokat csináljuk már meg. 500 XP-t adott, az erős lett. Itt vannak még. Gyógyítottam magam, meg az Isten tudja, miket nem vettem még át. Free XP, basszus, ha köllöz.
Ja, ezeket a zombi cuccokat még jó, hogy írtátok. Ezt írtátok, hogy ezeket szedjem, mármint farmoljam, mert mindig van belőle loot. Az tök jó. Hát ez a Wasteland, ez így magasan jobb minden szempontból szerintem, mint bármelyik más hely. Mármint ilyen epic jó a loot. Mi a hátránya ennek? Nem tudom. Mondjuk eljöttem volna motorral ennyi erővel. Ja, jön a drónom, azt mondom, azt észre, hogy a dróra, az hol van. Meg így gyakorlatilag fémet is tudsz ugye töménytelen mennyiségbe szerezni. De az durva, hogy ez zabálja a stabilát. Hát jó, oké, autószerelés, ez zabálja a stabilát. Ott is. Valami. Ölönség. Ez a madárnak arra? Jó, ez le volt szarva. Ja, itt is vannak egyébként, látod, ott van a vas. Szóval tudsz itt is alapanyagot bőven szerezni. De egy rohadt motort azt még mindig nem kaptunk, nem? Pedig egy motor kéne nekem, gyerek. Györökölköl egy motor. Azt mondjuk tudsz utolni nézőben, ilyen, van az a olyan láda, ami ilyen mechanik dolgok vannak benne. Jó, a vasot berakjuk égetni, meg minden. Ott van egy zombi bedve. Jaj! Imádom, hogy ilyen epic lootot, vagy ilyen konstans lootolási lehetőség, sehol így, csak itt, bazze. Ott van, hallod, tessék. Gyere, bazze, gyere rá. Itt vagyok, tesi. Nincs egy büdös szabinám se. Egy kicsit várakozunk. Bazze. Pofont leverte apám. Csicskalángost megkaptuk, kevégyen. Na, ez leüt. 2700 XP, apám. Ez mi az a villogó ottan, basszus? Te jó! Van ilyen villogó valami ottan, na. Na, nézzük a lootot. Parkside? Nincs. Acél, meg minden is van itt, tán gyárekék. Jól van, lassan haza kellene menni. Legalábbis erre elvegyük, így kicsit kerülőbe, hát hogyha találok még egy zombi medvéd, vagy egy zombi farkaskutyád. Farkaskutya? Azért keményen néz ki a bázisunk, tényleg. Na, jó lenne betarrazni ezeket. Egy rohadt zombit nem látunk, hallod? Köl a zombi, basszus, ki kell próbálni. Figyelj, legutolsó szemétben is tök jó cuccok vannak, de most arra ugyatok, de ahhoz képest nem rosszak. És még Lucky Looterre nagyon szívesen raknék, csak ugye nem, szerintem most már egész jól állunk azzal kapcsolatban. Nem van törve a lábunk, nagyon szomorú vagyok emiatt. Nem látok zombi medvét? Az a legjobb ezen a helyen. Folyamatos loot. Jaj, mindjárt kivirrad, mindig itt éjszaka játszunk, már tökötök ki lehet tőle. Ja, és akkor úgy beszéltünk, hogy ez így okosba, ugye? Na, mit láttál, Felsó? Mit láttál? Szépen legyél, nyugodtan legyél. Itt a tojócsőbe ugrunk, levindig. Cool. Ez is tök cool egyébként, hogy tök gyorsan fel tudsz venni, meg le tudsz jönni. Egyébként ezeket az ajtókat viszont nem biztos, hogy nem kéne betenni. Így. Igen, annyit akartam, hogy akkor berakunk olyat, ezt leszkrepeljük. Minden egy szükségünk van egyébként. És akkor be kéne pakolni. Ja, követ is majd be kéne pakolni. Inkább a vasat rakom be, mert arra nagyobb szükségem van, mint a lőszerre ATM. Jó gyerekek, ebből mi jön, hogyha ezt krepelem? Ez mi a fasz? Ezt krepeltem. Hogy lesz réza izéből, hűtőből? Ezt nem tudom elképzelni, de jó. Oké, akkor ki kéne valahogy szórni azért a dolgokat, nem gyerekek? Hogy ilyen mindenféle random dolgok ne legyen nálunk, még pont időben vagyunk. Holott szereztem 125 ilyen rohadt húst, ami azért tök jó volt. Na, akkor menjünk végig alkatrész, mert látom az is van. Eladó cuccokba, ezt például nekem eladó cuccnak számít, bármennyire is nem szeretitek ezt így. Odani mennyi mechanika alkatrész volt, hallod? Pár izét szedtünk szét, pár tütüt. Rugobugó. Ilyen is, ebből megint lesz egy 100, akkor ugye tudunk csinálni olyan, tudjátok vagy mit. Alkatrész. Egyébként ezek az alkatrészek, ezek simán vehetnének eladó cuccokba, mert abszolút nem használja a keeper. Szerves craft, csontos, csont.
Na mi van? Hol vagy ön? Nem a izét látod? Ezeket hülye madarakat? Haver, nyugodjál meg, bazer, ne ijesztegess fölöslegesen, légy szíves. Na. Fém. Fa? Fa nincs. Fém van, ugye? Fény. Fém! Oké, okay, gyerekek, tök jó. Oké, okay, mit kellene csinálni? Lehet, hogy kellene az aladó cuccok bevinni egy kis zsetit, és megnézni, hogy mi van most a tradernél. Aztán, hogyha olyan van, akkor megvösszük. És megyünk küldetésezni, jó? Be vagyunk szerintem most már elég jól készülve. Itt mindjárt ugrik a képer, mint az alatt. Trader nyit. Hát egyébként ez akkora epik, hogy ki tudsz ugrani. Ja, zombi horda hányadik napon jön? 49-er. Addig ki kell próbálunk majd a izajt. De ugat. Jó, hát legalább kettő küldetést le kellene tolni. Tier 6-osat ugye? Mert azért jó lenne. Na gyerekek, mi a fasz? Valami a challenge miatt az megcsináltuk. Azért az egyik se kell nekem. Se a spear, se ez, se ez, se ez, se ez. Kurva jó. De ez tök jó, az egyik se kell, hallod. Ne, várj, és még ott, bazze, megőrülök. Várj, melyik a legdrágább nála? 600, 35 fel, vagy nem tudom, fogalmam sincs, bazze, mit vigyek el. Volt egy 600-as, azt kérem, jó. Mindjárt várjál, barátom, egy pillantás, jó, ezt megnézem, mi van ebben. Aha, legendary part. Jó, ez jó dolgok ezek, te. Én azt hittem, hogy ezek szarok lesznek. Ezt fölkapja a keeper, meg egy ilyen barteres, nem ilyet, hanem egy ilyen bedurantunk, aztán egy kis üzletet kötünk, jó? Mi az inventory is érdekel, például. Ezt eladjuk. Ezt eladjuk. Ezt eladjuk. Legendary part marad. Nézzük meg, mi van neked, bazze, az érdekel. Megyünk specifikusan. Ó, igen, itt, ja, de ezt nem az. Cigaretta. Bartering 10. De hallod, izébe kerül? 2400-ba. Ez elég erős. Egyébként ilyet viszont lehet, hogy meg kéne vennem. Mobility. Hát 2% mobility. Ott rohagy meg. Na várja. Menjünk végig, jó? Vagy szüttyök te vegyet, bocsánat. Na, nézzük meg, hogy mi az, ami nagyon fontos lehet, de... Egyébként ilyen steel-t meg ilyeneket, mennyire adja? 2500-ért. Javítókészlet, iron. Iron byron, az nem olyan drága. Na ezeket... Ezeket gondolkozok rajta, hogy megvegyem. De úgyis annyi lesz ebből, mármint ilyen vízgyűjtőm, hogy fölösleges. Úgyhogy ez tényleg egy fort fölösleges dolog lenne. Ezt megveszem. Ebből jó klot jön, és jó olcsó egyébként. Ott van a izé. Ezt lehet, hogy megveszem, gyerekek. Megveszem, meg lesz a izé, itt a Parkside, bazze. 7800-ért. Antibiotikumok, vannak itt tök jó dolgok egyébként. 5.90-nél megveszük. Legyen minden is. Figyelj, izé, költekezünk. És itt lenne egy M60-as, mi? Figyelj, shotgun, auto turret. Ez olyan kellene a tetőre, de... Jó van, itt elfogyott a dolog. Ezt így szépen eladjuk neki. És akkor lesz, lehet ti erők, gyerekek, azzal nagyon gyorsan ki tudom, meg tudom oldani a dolgokat. Ezt, jó. Jó, ezt leszkrepeljük, és a mindjárt bepakolok az inventory-be ennek, hogy a fölösleges dolgok azok nem kellenek nekünk, ez is mehet be. Jó, és akkor csak ezek lesznek nálunk, meg ezt a lőszert. Ezt meghagyjam, érdemes? Inkább lehet, hogy eladom a vérbe. Ja, nem adom el, én beraktam oda neki. Jó, nem is kell, nem adom el. Oké, okay, menjünk, adj egy küldetést, azt hadd menjek már, mert valami nagyon mizgerbe vagyok, hallod?
Valami jabot, valami közel, adjál. Infested Clear 496. Tökéletes testvérem, hallod, mindjárt jövök. Szétverek mindent, pikpak. Tudjátok, mit kellene nekem ide rakni? Milyen hoztam el? Várj, de várjál, várjál. Bocs. Nem akartam szétverni semmit. Ezt fogom használni. És megnézzük az automatába is, hogy van-e valami jó cucc. Igen, ezt megvesszük. Ja, várja. Ready for duty. Adod a pénzemet, he! Mining Harvest, figyeld. Itt van, ez tök jó lett volna. Jó, a pénzem nálam maradt, hát én vigyázok rá én majd. Oké. És akkor, jó, vannak csacsiink. Ezt föl kellene küldenünk. Mehetünk, toljuk neki, gyerekek. Arra kell menni, biciklével megyünk, vagyis motokerékpára, most már fullos az is. Itt még szét kéne verni a dolgokat, de már tényleg nem akarom húzni az időt, mert szeretnék legalább két hatos rohadt nehéz küldetés megcsinálni, itt tennék. Úgyhogy erre lehet készülni. Azt hiszem, hogy még looter, igen, van loot bónuszos csokig, minden is van, gyerekek. Azért, ez, hallod, ez megindul ez a gép. Rendesen, figyeljetek, hogy mi a gyorsulásunk van, hallod, figyeld. Rendesen gyullik a kép, hallod? Brutális. Na. Hagyjuk most a izéket, postaládákat, meg a kocsikat, meg mindent, rámegyünk itt a izé komoly dolgokra. Megcsináljuk a... de jó lenne, hogyha izé lenne építkezés, úgy imádom ezeket az építkezéseket. Tényleg most specifikusan arra megyünk rá, és rohadt kemények leszünk, olyanok leszünk. Brutálisak, gyerekek. Várjál. Ez a rendőrautót meg kéne csinálni, úgyhogy ne riasszon be. Tudom, hogy van izé lockpickerem, de nem akarom itt ellőni, inkább majd, hogyha... Már ilyen, mennyi lockpickerem van? Jailbreaker, 3. És azért a rendőrautójára lője. Még... Az a baj, ez olyan lutri. Sikerül, szurkoljatok, sikerül. Kurva, még egyet. Vaj te! Hogy a szemeteket... Nem akarom ellőni az összes lockpickert. Látunk rendőrautót, még azt megnézzük akkor. Ötös izé pump action. Már lesz mit eladni, halljátok. De ezeket ugye adjuk el, úgyhogy tök jó, bármi ilyen, jöhet ötös izé, akármi, melyik nem is használjuk. Viszont az rohadt jó már, hogy ilyen nagy szintűeket dobál ugye itt. Nagyon jó a Lord Boros. Az igen, hallod? Megugrott a Verda. Jó van, én nekem is van egy rossz érzés, ha megmondom mivel kapcsolatban, úgy azzal kapcsolatban, hogy nincs büdös izé üzemanyag ebben. Ki jó? Megcsipett a kígyó hátturú. Majdnem a kígyó hátturú belénk ugrott. Figyelj, kuma. Dobjuk ki dolgokat. Azt hittem gyűn valami, megjettem. Na. Ennyit or... Öcsém, hogy a izén, hogy a 3 centis patkán megpattal úgy, hogy 2 méter magasra ugrasz fel a levegőbe. Azért azt gratulálok neki. Jaj, úristen, mi ez? De ezt a hotelt már nem pucoltuk ki, vagy 63-szor, vagy nem tudom, gyerekek. Jaj, de nem, ezt csináltuk, csak nem, jújj. Mi volt ez? Haver! Nyugi van, bazd. Jújj, olyat tudok ütni, nagyon tetszik. Ja, ezt már csináltuk, úgyhogy ennek legalább tudjuk az útvonalát, úgyhogy futás van. Mi volt, mi omlott le, hallod? Sanyika, meg te meg fingottál egyet, érzem, olyan büdös vagy, mint a dög, komolyan mondom. Van kutyátok? Szokott fingani? Szokott. Na figyelj, oda nézi. Ó, jaj, moré! Persze? Nem mondod, brother. Júj! Az nagyon kellemes.
Feküdjetek le! Simon mondja! Simon mondja, fekszik. Jó, hogyha nem jönnek sokan, akkor az... Jaj, de ez nagyon jó volt. Ha nem jönnek sokan, akkor nem borogépezünk, mert úgy eszi a lőszert. Itt még valamelyik él. Hátba veregetlek, barátom. Na, már is szükségem van a szolgálataidra. How may I assist you? Ez nagyon nagy ötlet volt, köszi szépen, hogy ezt megcsináltuk ilyen idejének. Mozgó laboratóriumnak, vagy nem tudom mi ez. De ez, egyébként ez rengeteg madár, ez olyan elenyomós dolog, olyan, hogy a készítők, hogy a kapják be. És akkor mindig egyébként, amikor így hülyeskedek, hogy a készítők kapják be, akkor sokan, jó, mindent fölveszek, hallod, akkor sokan így megvédik őket, hogy aj, mert úgy beszélsz meg minden, de ez csak hülyeskedek ám. Nem kell komolyan venni, nyugodjatok meg. Na, valahol be kell menni, ugye? Várjál, itt van úgy valami ajtó. Néni? Ja, itt kell bemenni. Akkor várjál. Az, ott megnézzük ebbe a két kódszerájba, azt, amit volt lőszer ezelőtt. Tök jó, hogy már tudjuk, hogy merre kell menni, úgy nagyjából. Futni nem kell, mert le vagyunk. Azért az már lőszer a javából, nem? Hogy mondod? De figyelj, haver! Ez most mi nyer itt? Hallod, ez nem is tartozik a izőjel, a bulihoz. Ez itt ilyen izőben van, lesőbe. Megyünk, szétcsapunk mindenkit, gyerekek. Bedobunk egy izét, bedobunk egy kajcsit. Ezzel föltuningoljuk magunkat, bedobunk egy ilyen skullcrushert. Szóval hallod? Ellenfél nem lesz. Ja, itt volt az, amikor mindig jobbra mentünk, ugye? Itt van a két ajtó. Vagy nem. Ja, de itt, ja nem. Gyertek! Rám! Nem lesz ez nehéz, figyeld! Jó. Ja, itt voltak a nénik, bazza, itt van az after. Itt volt az after. Szinte csak nő volt. Hallod? Itt volt 8 nő meg egy kutya, nem akarom tudni, hogy mi történt itt, komolyan. Itt volt négy darab, egy pennás, meg egy kutya. Ugye, rossz az, aki rosszra gondol, de hát mire gondolnánk itten? Nem igaz. Egyébként olyan van, FPS drop itt, hogy ez őrület, úgyhogy tényleg bocs érte. Reticulbe benne van a lockpicker. Meg a izék, paze, belőtték magukat a nénik itten, azt hiszem. Viszont vannak ezek a nagyon trash izék, mit tudom, lootolható dolgok, ezekben mindig is szar van. Nem tudsz mit csinálni. Ebben úgy le van scriptelve, semmi nincsen. Kettő izé van, székecske. Jobbra vegyünk, gyerekek, adjuk neki, nem tökörészünk, reggel 6 van, frissen, ügyesen. Hatos küldetés, az Isten tudja hány koponya van, hogy esetem meg... Na ilyen fejére festettük le szerintem hasonlóval a kecót, de egyébként a beton az nem olyan csúnya. Csak rá kéne menni a betonkeverésre. Na figyeljetek, haló! Itt jó munkás emberek itt vannak szerintem ben. Figyelj! Na. Menj innen a tűzharc közepéből, testvérem! Az eddig még nem ütött meg egy se. Ó, most kaptam egy hitet. Spórolok a lőszerrel. Még nagyon nem fajul el a dolog, addig izélek. Addig kelepácsolok. Ez hogy került meg én, ha? Ja, addig kalapácsolok, van egy körfűrész, nem kell valakinek? Perkside-os körfűrész? Jó, van perkside-unk, már 4-es szintű. Majd, hogyha kapunk jobbat, akkor használjuk, de viszont most már rohadt gyorsan szét tudunk szedni dolgokat. A szétütöttem a dobozt, az lehet benn volt a izé nagy loot, mi? De hát akkor mondjuk kiesett volna belőle, nem? Vagy ilyenkor elveszik? Ó, more. Ott van a izeje. Lüszer. Pisztolylőszerből szerintem izé. Azzal érthetném, hogy hugokat akkor is lenne belőle.
Budi. Budi, 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 budi. Jobbra megyünk, gyorsan most. Itt lesz két ajtó szembe egymással most. Menjünk erre. Ez csalás volt, átfutotta az ajtó, még nem volt nyitva. Cicis nénik, azok mindig itt vannak. A cicisek. Mögöttem meg a kutya topzódik, várjál. Gyerekek, olyan loot lesz itt, érzem, hallod? Szív leszakad. Eddig még nem volt rendőrzombi, úgyhogy happy vagyok már azért. Oda nézzé, hallod? Jó loot, jó loot, jó, jó loot. Ó, ilyen virágból kell csinálni a izét, úgyhogy ezt szedjük. Látjátok? Azt a virágot sose szedtem föl, most meg az a legnagyobb kincs a keepernek, mert akar csinálni csodálatos szép izéket. Ez hányosnál tartunk? 65 per 75 ez a könyvezés ebből a dologba. Érdemes megnézni ezt? Oda nézi. Júzoljuk. Meg kéne nézni, hogy ilyet hogy kell. Öt tudok szétszedni, figyelj. Öcsém, ezt szétkaptam itt a szart, figyelj, zse... Lámpe. Hallod, így mindent itt szét tudok szedni, be az a csapot. Hallod? Ez brutál. Hallod a lámpát, mindent készét kap. Öcsém, itt el lehet lenni 3 napig egy ilyen izébe. Kócerájba akkor. Ötös aksi. Egy motort azért dobna, annak tudnék örülni. Figyelj, laptopot szétkapja a gyerekek. PC-t, kivesszük a videókártyát. Hát, ha valami Uber. Igen, itt jöttünk. Izébe. Már itt lesz balra, nem? Nem itt lesz a járat? Nem! Ezt megjegyezhetném, már 6 szó voltam itt, de még üddig nem tudom mi. Na, induljátok meg gyerekök. Itt van a keeper. Menjünk rá az egyik oldalra, ez jobban szét van csezve. Ura. Mennyi kutya more. Kicsit mozduljunk el. Gyerekek, T6 kalapáccsa, hallod? T6-ot szépen kalapáccsa tudjuk művelni, nem? Eddig nem annyira rogyantunk meg. Jó, biztos lesz olyan is, de spor. Ez a sört azt nem akarom. Figyelj. Ezek mind mennek eladásra, úgyhogy nagy bizniszet, belevárjuk a nagy bizniszbe. Ja, lehet egyébként elhagyok valamit, meg biztos vagyok be, meg szétszedhetnék mindent is, tudom. Várja, amcsi zászló mögött semmi. De rogy, ez kigyűjt belül. Biztos ott hagyok néhány lootot, amit mondtok, hogy a franc legyen meg keeper. De... Ja, hát ez ugyanaz, ezt már csináltuk, mi meg? Ezt így tudom már meg, mert jön a rongy, ami nagyon kell keepernek. Hú, már fullos is, és fullosor is vagyunk. Testvéreim. Az urban. Keeper most van a kultúrban. Gyertek rám, gyerekek, gyertek rám. Csomirubi! Kezdi, nem vagyunk egyedül. Nem mondod, testhó. Nem is jöttem volna rá magamtól, hallod? Hát szerintem egy ilyen 8-10 zombival még lazán el lehet lenni. Úgyis, hogy nem lő fegyverket. Szóval, oda néz, micsoda dropok vannak, tesó. Szóval mindig megeszem, inkább legyen fullosan a izé. Valaki még hörög. Fia, problémák nem kicsik. Tele vagyunk minden szarral. A sör az nem köl. Hallod.
Nincsen valami... Oh, jaj, de jó. Na, ez a drón a legjobb dolog. Egyébként a kettőt nem lehet belerakni, gondolom. Hú, figyelj, ez is 300-at olyan. Egy kis barteringgel is, hogy megdobjuk. Azt már ide nagy üzletek kerekednek. Gombát nem tudom egyébként, azt miért cipők, nem? Ebből meg mindig ugyanez van. Ebből meg lenne a sok. Sok romlott hús. Csak nem akarok vele tökölni, úgyhogy... Sosorri, gyerekek. Jó. Sosorri. Könyvek azok jók, mert ott olvasgatunk egyet. Kávé. Kell ez nekünk, gyerekek? Murky Water, de egyébként az is, annak is van értelme, mi gyűjtögetnem. Oh yes, oh yes. Mehetünk lejjebb? Nem, még menjünk egy kört, nem? Itt lesz majd az, hogy az a következő szinte... Jó van, egy irányú. Meg a doktor nénik, bazza, mennyi doktor néni van itten? Doktor néni hegyek. Hát mit csinálnak ezek itt? Belecsönöm, itt valamit laboroskodtak, figyeld! Megszorult az asztal alatt. Rúgja itt a nagy vasakat. Jó van, nyugodj! Nyugi van, bugi van. Bazza, lehúzza a fejét! Hát mekkora egy köcsög! Menjél már valamerre, hát! Na, úgy kell agyonverni, bazza, mert izé van, meg van zudulva. Ez mi? Koton, az köl. Kotonból tudunk csinálni elvileg. Már egy üveg, az biztos nem köl. Recept, szíret és clone fragmentet. Atad? Ez nagyon jó dolog. Ez köllött a keepernek. Itt át is egykintjük, hogy mi van itten. Hát a nagy... Hát az a... Jó, majd szórjuk ki gyerekek a dolgokat, aztán akkor mondjátok, hogy jó keeper, de utálunk. Ma megint kiszórtad a jó cuccokat. Szoros papírt minek veszem fel, mi? Azt mondja, hogy valami rossz érzése van, hát nekem is. Mert eddig még nem nyertük meg a főnyereményt. Kis madárt leütöttük, ez most az üvegcserépet be is nyertük, nem? Nem. Ó, megyünk-e? Nincs itt semmi, de itt ez... Ez nagyon gyarús, nem? Az... Kemény. Ja, be van deszkázva az ablak. Ennyi volt. Csivikez station. Na, akkor most gyűjön a szelektálás. És... Nagyon szigorúak leszünk. Kokokokó, nem kell. Figyelj, Murky Water se kell nekem, bazza. Nem kell nekem Murky Water. Egy darab cson, nem kell. Millió darab van otthon. Ez a headlight, nem tudom egyébként kell-e valamihez. Ez megy a scrappybe. Hát, ez 4 aranyat ér, úgyhogy megy a scrappybe. Aranyat? Milyen aranyat? Ez is menjen a scrappybe. Van ott egy valaggal. És akkor ez egy jó nagyjából, nem? 2 kávé. Megy a leves bele. Jó, akkor húzi van. Menjünk, mert idő... kifutunk az időből. Te honnan gyűztél? Kihívott? Jó, körbeértünk. És itt volt a lejárat. Valami kapcsolót látok én itten a falon. Ja, lejjebb, jó. Na, induljunk meg, babácskák. Cigán dolog volt. Éj, gyors vagy, kis agyám!
Az a liftes megoldás, ez vicces volt. Egyébként éltem, tök jó ötlet volt, hogy kinyílik, aztán kijönnek egy csomóan. Egyre jobbak ezek a izék, ezek a kis bulik. Buli buli, buli bula, senki nincs. Buli bulák, hol vagytok? Könyvet olvas a Keeper, attól lesz okosabb. Hát, gratulálok. Lehet, hogy nem viszem el. Lehet. Nem van, meg lesz a... Jaj, hát ilyet feltétlenül elviszünk. Jó, esküsz, ígérem, nem fogunk benézni többet a WC-be, jó? Meg, figyelj, ilyen kávé az autó volt, az se érdekel, úgyhogy megyünk. Megyünk körbe jobbra, mert a Keeper egy nagyon otromba. Hú, itt megint csúnya dolgok vannak. Mennyi, Rodi? Hülye vagy? Kutya hegyek, baze. Bírom a kutyákat, de azért ennyire. Megjött a rendőr. Le is üt. Jó volt. Ah, nem volt ez olyan rossz, gyerekek. Mit vettem föl? Valami érdekeset? Vettem föl valami érdekeset? Szerintem nem. Jó, oké. Egyébként lazás, lazás. Tudom, hogy fertőzött vagyok, de lehet, hogy várok vele egy 4%-ig, mert akkor ugye ott is fekszenek be az a sorba. Lehet, hogy várok vele egy 4%-ig. Nem, már az a lábtörés az elmúlhatna. Mert hogyha benyalok még egyet, akkor azt még leviszi, érted? Ilyen csont, meg mit tudom én. Buriba körül se nézek. Jó, tényleg értelmes lootokra kérem el, meg egyébként az lenne jó, hogy te... Ja, minden kell, tudom, de... Szóval túlzásnak érzem néha. Itt odaléz, ott a rendőre. Ezt lehet, hogy ki kéne kapta, így sutyiba. Ezt akkor aztán megszabadulok. Túl gyors vagy-e? Kisanyám, kisanyám. Nem talál de fejre, sokszor ugye nem borulnak el. Na végre. Oké. Benézek, benézek helyekre, de hogyha kaki téma van, akkor... Oh. Erre nem számoltam. Meg ilyen nagy begga állatok voltak. Ilyen nagy valagúak-e? Fúj, ilyen szaros a valaga. Szaros valagúak? Jó, szerintem igazából, hogyha nincsen normális loot, akkor elengedjük. Ebben mindig ugyanaz van. Jó, mondjuk a klot. Még a klotnak örülök komolyan, már lassan legjobban. Ajajajaj. Hogy meg fogtok engem kövezni, hogy nem lootolok ki mindent? Oda nézzé, ottan vannak a rossz arcúak. Suppi, suppi! Keeper nagyon trükkösen tóta. Fürözékbe futottunk.
Szügykocsügyáni. Csíma kalapácsi témával, bácsi kalapácsi, és akkor el is fogytak ezen a szinten, én úgy érzem, mert itt gyűjtünk ugye le ezt, akkor így igazából tudunk viszonyítani. Jó, figyeljetek, meg is vónánkunk lemenni. Munkra lemenni, azt nem tudom már, futkozok össze, mint egy bebaszott tanár. Hoppá, le sem mentem, hallod? Aztán már nyugtalanok, jó? Gyertek rám! Júj! Éppen fogyasztottam el az elebózsiábat, hallod? A móka, patpóka! Kutya nem fér el, lol. Korobbant zombi! Meg ennek a... az ütögetésnek a ritmusára kell ráérezni egyébként. Hogy mennyit tudsz előre venni, mikor kell hátrahúzódnod. Aztán, hogy ez így megy, akkor egy egész jó. Nem volt egy loot zacsi? Vagy... Tényleg rá kell érezni a ritmusra. Aj! Zombi! Mi volt ez? Mi jutott meg? Ne, majd kigyobb az. Hallod, ráérzel a ritmusra, most tényleg nem magamat akarom hype-ódni, de fogom. Akkor tök élet. Akkor tök így el vagy egy bürös kalapáccsa. Meg most érted, az íze jó, én értem, hogy jó a... íze, a... Maradjál már, more. Gépfegyve. Tényleg olyan fasza. Ez mit nem dobott? A bón. Jó, a bónot rohadt meg. Jó a gépfegyver, nyilván. Csak az a gond, hogy... a gépfegyverrel... hogy lőszer teszi, mint a disznó. Aztán... az ennyire nem buliám, hogy... mit tudom én, eldorász 1000 lőszert 10 perc alatt. Ó, még itt vannak. Na, gyertek rá, keeperre. Tactics, figyeld, mozgások. Jó, a kutya azt tudja szopatni az embert, na. Jó, néha olyan luftot ütök, majdnem letekeredik a fejem. Jaj, de jó hétvége van, gyerekek, a legjobb dolog a Földön. Imádom a hétvégét, így egy katona batona. Na egyébként azért nem akartam meggyógyítani a izémet, a fertőzésemet, mert látjátok, hogy így még jön egy csomó zombi, 5%-ig ugye leviszi egy honey, akkor minek lőjek el még többet, tudod. És igen, leginkább az ilyen random lootos dolgok, ami például egy ilyenből jöhet. Meg a fő láda lootra fogunk rávenni, ugye abból jöhetnek azért a kajak dolgok. A többi az csak izé, puder. Viszont ott van egy bőr, azt például nem akarom oldani. Ez mi? Igen, ez a craftos izé, hogy mit craftolsz. De hülye vagyok. Az a baj, a kintről is ugye érzékelnek akkor. Akkor gyűnek. Na, menjünk már körbe, van még valahol valaki? Szerintem körbe is értünk amúgy. Itt jöttünk le, és ugye balról jöttek először, úgyhogy akkor meg is jöttünk. Mehetünk le földszint. Szerintem fölmegyünk, és ugye már jön az alaksor, ott lesz a szupi lút. Na jó, okosba. Röptessük őket. Csak a fej, csak a fej, csak a fej! Csak a fej, csak a fej, csak a fej! Csak a fej!
Fürgenéni, fürgenéni! Csak a fejre, gyerekek, csak a fejre! Rendőr zombi fedezék! Előtörés! Rendőr zombi agyörű! Csak a fej! Hú-hú-hú! Imádom, komolyan olyan jó bele lehet jönni ezzel a kalapáccsal. Rendesen élvezett, hallod? Nagyon sem végig, lutoljuk ezt a főcintet. Bár itt még lesznek, ott vannak benne, ugye? Ez a robotiknél, na eléggé szarul... Jó, ez... Elég szarul állunk. Még csak van 30 valahányadik. Az igen. Csávó, az nem kapodja. Ez, hogy szóltál? Jó, mama. Egyébként mi léptünk már a szintet? Ó, van elosztható pontom egy. Azért mondom, mert izéver. Nagyon alacsonyan van a... Ezt mindig dobja be, ezt mindig dobja. Egy darab. Figyeljetek, ezeket annyira nem érdemes kilutolnom, már kezdek rájönni. Nem? Ilyen... Várj, itt ezelőtt jött egy csomó ilyen öltönyös figura. Én úgy emlékszem. Megy, csomó. Csomószor 1 millió. Csak a fej, csak a fej, csak a fej. Keeper fejre ült. Mert az az a hely, ahol betörik a koponya, nagyon egyszerűen. Most nem azért, de ezt kinyitotta ki. Pár faszal. Ezt nem én nyitottam ki, lol. Vagy ezt voltunk már itt egyszer, de nem. Gyertek elő, kicsi köcsögök. Júj! Mambo! Ezek ketten voltak, akik huncutkodtak a konyhán megint. Miért jut mindig eszembe ez? Jó, megnézzük, mi ez? Megisszuk. Mindegy, mi az, megisszuk. Jaj, rántott hús. Oda pörkent. Oda pörkent, hogy ez egy süt hús. Szóval gyerekek. Olyan hülye szar, random cuccokat tudok néha összezenni, az őrület. Egyébként ez a kettő íze, az lehet, hogy jó lenne. Figyelj, ez a... valami random dolgokat, amik tényleg ilyen nagyon trash-ek szedjük, vagy ízéjünk, valamit csináljunk, mert... lámpa, biztos nem kell az egy lámpa, mondjátok, hogy nem kell. Meg ez a 8 pénz, ezzel aztán nem megyünk-e bucsukba, nem? Kihörög. Ott a lámpa, baza. Hülye vagy? És meg visszavette. Nagyon hülye vagyok, mi? Ja, itt igen, ezelőtt is azt néztük, hogy az mi a tökömér világ itt ide. Amikor kávé nincsen itt semmi. Oda nézzél, megint egy ilyen mácsik. Itt mi voltam, itt nem vettünk fel a murkit? Jó, itt még kell lenni valahol középen, de ott benn. Megnézzük ezt. Itt még rendet teszünk. Ébresztő huligánok! Csak a fej, csak a fej. Jaj! Zuhant a sisakja, be az a kemény fejű volt. Konkrétan ez tök jó, kiszámolod, hogy lépsz hátra. Nem kapsz hitet, kettőt kaptunk most is, de nézzük, 164 a max, vagy a HP-m, úgyhogy... kb. Ilyen...
Szinte esélytelenek. Ezt Karbot megnézzi. Murky Walter nem kell, gyújti nekünk a kollektor. Nem, srácok? Na figyeljetek, le kell menni. Nem tökölünk, elmegyünk a fő-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 
Hál meg. It is a pleasure to serve. Elnézést. Meg ezt se kell szerintem, 47 darab ilyen kutyaszar. Lesznek itt még bajok, tíz csont. Nincs nála valami teljesen hülyeség? Na ezt akartam elhasználni. Ezt már mondjál, lesz egy kis helyünk, nem? Egyébként rájöttem sörét, és nekem, hát nem úgy, nem úgy azt nem használom, hanem amúgy sem használok semmit. Elnézést. Na, haladási a gyerekek. Jó vagyunk lakva, egy ilyen vizet megiszok. Na gyertek, barátocskáim, figyeld! Itt komoly dolgok lesznek ám. Már megy a izé 600-áré. Jöcsöm, szétütik 2 perc ott ezt az ajtót. Mit dobtam ki? Tűzbón. Valóban rengetegen vannak. Ilyen, itt szerintem egy ilyen 40-50. Csak a fej, arra üs ki pör. Eddig még, nem talál senki el. És ez jó, mert így lesz számó. Lesz sok lőszer, nem pazarlod el. Futni kell néha, fejbe verni zombit. Utána futni, fejbe verni zombit. Utána... Jaj, a vészetbe belemegyél, bazzaj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 
Ki kell jutni a WC-ből, oda ne menjél, mert kipörver baj van, ott a bajok átölt a térdet, na. Valahova beszorulunk, akkor van baj egyébként, különben semmi probléma! Kik vagytok, hányan vagytok, hol vagytok? Kicsit elvesztettem a fonalat. Kutya mutya, ne szórakozzál. Kipa bácsival. Ne hadonászatok itt a gyerekek! Bátorak legyetek, bátor! Jó, de jó. Azt a bőcsár. Minden onnan is jövök. Itt el surranok a hónatok alatt, kis köcsögök. Jajajaj, elkezdi, jajajaj. Most letűntem a szemetek előbbi. Ezek letérdelt ide, úristen. Hát mit meggondolta magát? Ugye ízében nem nagyon szabad beszorulni, és én meg majdnem bementem a budiba. Sőt, be is mentem a budiba. Gyerekek, olyan területeket csapsz, beszarsz, nagyon kemény. Meg tudom, hogy valamelyik éjjel, mert látom a piros pöttyeket, csak nem tudom melyik. Meg úgy fekszenek. Ja, melyik éjjel, az biztos, hogy... Na, szíje vertünk mindenkit. Ez nagyon jó volt, imádtam. Majdnem bazza egy szintet léptünk itt, vagy egy fél szintet minimum léptünk. Oh. Júj, a kipör nagyon mázlista. Egy láncfűrészbe mákolt a mázlista. Figyeld, öcsém, beröttyentjük a láncfűrészt. Nincs üzemanyag nálam. Nagyon király, van egy láncfűrészünk. Oh. Ez nagyon köllött, hallod innentű? Igazából mindent is megépítek, nem kell nekem az, hogy... Ugye a jója fejsze mehet a levesbe, hallod? Csak nem. Nem, mert ugye izé... Mi van, mit van, kiordítozik, várj. Nem mehet a láz... Balta, mert az a baj a láz... Oh! Az a baj a láncfűrésszel, hogy kell bele üzemanyag, ugye? Te mi a pöcsöm? Az a baj, a kintiek gyűrek be. Na, figyelj le, mi Gyula. Ezt meg akartam még nézni. Ezt megyünk a fölutazni, ne viccelj.
Mert szerintem itt ma kiirtottuk mindenkit. Ja nem, itt kell, hol kell levenni? Menjünk gyorsan, mert vissza is kéne érni még. Figyelj, itt van szerintem. Mindjárt megnézzük, itt vannak. Még ha vannak, ha nem vannak. Szerintem egy ilyen benyomok, ezt lootolunk, mint a bolond. Bolondéria. Ilyen közben ezzel mennyi a loot stage-em? Ez úgy utálom az ilyen kacatokat. Mennyi a loot stage-em? Így arra kíváncsi vagyok. 287! Basza, 210 halott candy nélkül. Mert azt hiszem, itt hántul még voltak, hogy ne laklassanak minket ezelőtt. Nem, most kijött mind. Basszus, az nagyon brutális. Na, figyelj, kinyitunk mindent, utána már nem fog változni, ugye? Egy ilyennel. Na tesóim, mi lesz ebbe? Ebbe lesz egy M60-as, már most érzem, hallod? Most érzem, hogy M60-as benne fityeg. Vagy valami nagyon epik jó dolog, vagy pedig Parkside 6-os, vagy van 6-os cucc, bazen 300-as loot stage-nél biztos, hogy lesz benne. Nem, 5-ös, jó kis könyvecskék, van egy mod, hát ez, megmondom őszintén, nem vagyunk boldogok, de végig itt meggyűlt a kedvünk. Alacsony a tér, a kedvünk sötét, viszont egy modot kaptunk a izőre. 4-es autós, hát vannak itt azért csúnyaságok. Hát igazából mit várunk már, az a bajám. Majdnem mindenből tök jó vagyunk. Tök fullonkingak vagyunk. Mire fogom hozni a motort? Aztán bepakolunk, azt megyünk ám. Ó, ott a izé, szűrőmód, hallod? Várj, a szűrőmód, ez nem sapiba való? És megijedtem a murky water-t. De igazából tök nem akarok murky water-t inni, úgyhogy... Ott van a hatos! Hatos M60-as! A hatos! A hatos! Hatos, bazze, hatos! A legopébb fegyó, bármint ez a 762-es machine gun a játékban, a legopébb és hatos! Gyerekek! Hallod? Ott van, erről beszéltem. Ekkora loot stage-en érdemes volt ide költözni, ilyeneket nem lootolsz. Csináltunk. Jó, mindjárt tesó, nyugodj meg, neked meg kaptunk modokat. Figyelj, amíg megy a lutos, nem, addig lutoljunk ilyen random. Van, aki itt öbörög. Gyerekek, olyan annyi cuccot kapunk, meg olyan jókat. Ott volt például az autóbot kapásból neki. Hallod, 300-as loot stage-re vegyünk. A Lucky Looter-re fogok pakolni, és szétlutoljuk magunkat, de úgy, hogy mindent is kapni fogunk. Készüljük föl, lehet, hogy vannak. Behozom a motort. Behozzuk a mocit. Ezt mögrogtjuk. Ezt igazából mindent is elviszek. Ezt veszünk föl még egy questet. A robbantós. Ezelőtt is volt itt egy robbantós, most is bazzak. Ne menj-e! Futás! Nem szabad megütni azt a szart rajta, én meg bazze beleütöttem. Lol, ez vicces volt. Na meg én! Nem akarom. Valaki itt megint nyugta, üti a falat szerintem, be akar fúrni magát. Na hol van az a hatos fegyó? Júj te. De ez már mindenképpen csere lesz ám. Ezt tudod mi? Ez a vadállatja. Ez... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ezt gondolom mindenkinek megvan. Várj, ezt még nem utoltam ki. Ott is. Ja, az nem az volt. Na gyerekek, most ezt lootolhatok be az a világ összes kencsét. Ó,
Helyes autósoti. Ha majdnem minden elfért. Ugye megnézzük, hogy ugyanezek vannak a itt, akkor ugye azt bele tudja dobni. Hát nagyon nem volt. Lő egy darab gránát, mennyit ér? 15-öt. Jó. Nem köl. 15-öt ér. Kevés pénz, kicsi foci, nem érdeköl. Viszont az ízeket is majd ezeket is meg kell nézni, azt nem akarom kibontani. Mi az a szar, amit ezek ilyen, hogy nem érdekölnek. Mindent. Nézzük meg még egyszer, nem hagytunk el egy ládát se. Jó, a haver, nyugodjál meg. Ja, ez izébe való szerintem murki volt ellen. És az izébe ruhába tudod belerakni. Mennyit ér? 80-at. Meg ott a rongyunk is. Azt ugye tudnám itt rakosgatni, de nem rakosgatjuk. Jó, menj, várjál! Állj meg! Állj meg! Valamit nem tudsz elrakni. Még akkor van, ott volt egy helyünk. Akkor legalább mindent elviszünk. Na! Az utolsó bocskos mindenig. Ja, itt van az a mód. Jó, megyünk, mert még egy küldetést meg akarok csinálni. Oké. Okay. Megvan az M60. Annyira éreztem, hogy behúzzuk az M60-at, gyerekek. Komolyan. Nem az a gyerek jönnal. Annyira éreztem, hogy az M60-at behúzzuk. Csak már megint izéig vagyunk. A rendőr! Police! Na viszont, várjál, milyen messze van az airdrop? Nyugodjál meg. Megyünk haza inkább, jó? Még egy küldetést felveszünk, tök jó. Ja, be kéne menni még egy valami antibiotikumot, vagy herbal antibiotikumot. M60. Halljátok? Beteg jó. És ugye alapból ilyenkor loot stage lemegy 222-re. Egyébként még raknék én a izére, Lucky Looterre, mert nagyon imádom, hogy ilyen tök jó a loot. Figyeljünk a drónra, meg néha meg kell javítani, mert az a baj, hogyha lesérül, akkor elesik valahol, ott volt egy rendőrautó, de már nem baj. Leesik valahol, és akkor nem találod meg, végig kell járnod az utat, hogy hol van, és konkrétan egy levarás a földre, akkor tök nehéz megtalálni. És azt hiszem, hogy valamikor a map sem mutatja. Ezt írtátok. Na, föl kéne mindent szűrni. Lehet, hogy azt csináljuk, hogy először fölviszünk mindent, jó? Királymód. Ugye meggyógyítjuk magunkat ám. A haszél nagyon durva. Most már lassan lila lesz minden cuccunk. Egyébként, ja, ilyen autó valami csoda kellene. Úristen, van parkside-om is, nagyon jó. Figyeljetek, én nem fogom adni a dolgokat, elmondom neked. Minor boots, vagy itt is elkezdjük gyűjteni. Jó, elkezdjük gyűjteni az armorokat. A waypoint. Figyelj, nem jó. Először is az eladó cuccokat rakjuk ki, és akkor le is fogom vinni. Ez se kell nekem. Rakétát se fogok soha büdös életbe csinálni, most ezt halálkom olyan biztos utáltak érte, de nem fogok rakétát se. Ez is megy eladásra. És meghagyom a 9mm-es lőszert, mert lehet, hogy kapunk egy SMG-t valamikor, jó? Itt meg egyébként meg kell, ja meg itt ezeket is. Ezeket nem lehet eladni? Nem. Jó, és viszont nincs olyan ládám, hogy modok, úgyhogy a modokat kell. Modok. Ez kellett, mert itt már gyűlenek. És igen, itt meg kell majd ezt is, tudom, mindent tudok, meg kell csinálni, vagy csóvó ide. Figyelj, használok egy ilyet erre. Akkor meg lesz gyógyíró, ugye? Jó, meg akkor kellene nekem egy herbál antibiotikum testvérem. Vagy valami hasonló, ezt nem lőjük el, elnyomjuk a herbált. Oké. És akkor nézzük, pakoljunk ki. Egészségügy, mehet ki. Van láncfűrész a képernek! Egyébként legalább megtankolhatnám őket, ez akkor nem lenne rá gond, nem? Egészségügyben nincsen semmi, viszont ezt is, igen, nyitogatnám őket. Hülye vagy bazzel, megint mennyi cucc. Jaj! Fú, te. Itt van kettő. Na, ezt akartam.
És az bazd meg, ezt majdnem megvettem, és meg is kaptuk, hallod? Gyerekek, bocs, a pakolás ilyen sokáig tart. Mert rüellem, hogy ezek a nyomorult madárkák itten csettegnek. Ez milyen sati, ugye? Tudom ezt forgatni, hogy be erre nézzen? Mondjuk rakjuk le egyelőre, ezt föl tudom akármikor venni. Lerakok egyet ide, meg lerakok egyet ide. És akkor rakok be neki egy 150-et, meg a másiknak is egy 150-et. Kamera preview, azt hogy lehet megnézni? Nincs valami... Jönnek kell izé, edek, bazze, kell elektronyosság. Nem jó ez így. Mert... Ezt a kram kamerát sem tudom megnézni. A kamera funkcióra írja, hogy ahhoz kell. Hát... bízom benne, hogy a madarakat leszedi. Ez az idegesítenének, hogyha jönne. Meg ugye hordakor is fognak jönni. Na de gyerekek! Valamit kezdjük magunkkal, mert megőrülünk. Ammo. Egyedül ilyen lőszert fogok magammal vinni, ebből se olyan sokat ezután. Úgyhogy ez így fog lőni. Az ammóba szerintem még ezek is jöhetnek. Ez valami, nem tudom mi ez. Ja, ezt lövöldünk ki, ugye? Ez ilyen trap. Az meg mehet a vépőmbe. Szervetlen craft, gyorsan csináljuk, mert meg fogunk körülni. A sörétest nem nagyon használom, de várjál, át kéne modolnom. Modi. Ezeket mind ki kellene kapnom ebből. És ezt meg kéne modizni. És be tudom rakni. Automódot nem tudok, mert az autóban automód van. Jó van. Oké, akkor ezeket beleszórtuk, ugye? Az tök jó. Szuper, és akkor már arra, hogy még izé is tartsa is, azért az adja nagyon. Mennyit sebez így? 109, 120-as tár, hallod? 120-as tár. És ez tök jó, mert hogyha beszorulsz valahova, minél több tár, ez arra jó, hogyha beszorulsz valahova, akkor adsz neki, érted? Viszont az autó shotgun nekem valahogy nem. Úgyhogy lehet, hogy az autó shotgunt ezt ki fogom rakni, és akkor nem kell shotgun lőszer cipelnem magammal, érted? Vágod? Nem tudom. Biztos most azt mondjátok, hogy hát pedig az milyen jó. De nekem nem adja. Még lehet, hogy meg ugyanígy nem vagyunk rápakolva se. Úgyhogy emiatt én nem erőltetném. Inkább akkor majd fogunk vinni. Ilyen lősz, várja. És akkor ezt ki tudom pakolni, és akkor kevesebb fajta lőszert kell vinnem. Itt is ki kellene mindent szedni igazából, amit nem kell, hogy magunkkal vigyük. Jó, és akkor ezeket így magunkkal visszük, de viszont más nem kell. Sőt, ezt így belerakom ide neki. Szerintem ez így tökéletes, nem? Jók vagyunk, gyerekek? Jó vagyunk, ugye? És akkor ki tudom lakni a lőszert. A shotgun lőszereket kirakom. Meg akkor ezt is nyilván. Így. És szerintem ez így sokkal jobb. Nekem ez is sokkal jobban tetszik. Kevesebb cuccot cipelünk magunkkal, ezzel én nagyon jól el fogok lenni. Ezeket ide kellene raknom magamnak. A láncfűrészt igazából nem kéne, hogy elvigyem. Fölösleges, túlokhoz megy. Ez a kettő viszont, igen, nélgán se nagyon kellene. Max, ha szét akarok szedni valamit, akkor ezt így tudom használni, nem? És akkor ez így mégis egy kicsit egyenletisztultabb. Viszont egy ilyen kötszert ugye a kisebb dolgokhoz lehet, hogy visszakíper. Na, akkor most már tényleg kipakolunk mindent. Túlok ki vannak, szelves craftba mehet a rongy. Szelvetlen craftba mehet ez. Az ott alkatrészekbe mehet ez. Modokba mehet ez. Kétfajta kaját nem fogunk cipelni. A fémbe mehet ez, meg ez. Meg ez. A kőbe meg mehet ez. Oké, az alkatrészekbe abba meg mehet ez. Hát ezt meg a túlokhoz rakom egy inkább. Ezt. Az egészségügyükbe meg mehet még ez.
Abba csinálunk egy hurkát majd. És a kész kajába megmehet ez. Így akkor jó vagyunk. Viszont az először mi a fasz keresett már megint? Komolyan mondom. Amó. Nem tudom, azt nem akarom kirobni, majd egyszer lehet, hogy jó lesz. Így szerintem tökéletesek vagyunk. Ezeket fogjuk vinni magunkkal. Motorból még föl kéne cipekedni, meg ugye le kéne adni a questet is. Amiből megint lesz egy csóló lóvég. Megvan az M60-as 6-os gyerekek. Kurva jó. És akkor azt kéne csinálni, hogy ezt akkor már megjavítjuk, meg akkor megjavítjuk ezt is. Ezt hallod? Eddig erősebb fegyó nem lesz. Ezzel az nem is, nem tudom, nem merek lőni, bazzus. Brutális. Lehet pontossága nem akkora király, de úgyis ezért fogjuk használni, hogyha ilyen tömegoszlatásra tudjátok. Hogyha nagyon el akar. Hát figyelj, legendary parcot érdemes vennem. Figyelj, vigyük el a legendary parcot, ez sose rossz. És akkor egy jobot adjál még, mert azt le akarom csinálni. Egy inflesztlet clear természetesen. Ez jó lesz nekünk. Hatosban nincs night only quest. Tök kár. Az úgy kajak lenne. De egyébként, ha visszaérnék 10 óráig, akkor föl tudnék venni még egy questet, és akkor éjszaka meg tudnánk csinálni. Az megint egy izé lenne, megint egy tök jó fun lenne. Ezt viszont el kéne vinnem. Úgyhogy bocsánat, hogy ezt így rendezgetni kell. Gondoltam arra is egyébként, hogy megvághatnám ezeket a videókat, úgyis mindig másik napra kerül fel, de hát lehet, hogy izé azt mondanátok, hogy nem tetszene, nem tudom. Ja, a benzin nem kell volna felhozni. Jó, nézzük át egyesével. Egyébként rüellem ezt a folyamatos pakolgatást, gondolom ti is, de higgyétek el, hogy én is. Hogy ez mindig ez megy be azért, hogy fém, izé, tököm, ezt... Jó, most ezt nem rakom be. Fém, olyan hulladék, amolyan hulladék. Modok, modunk van egyáltalán, aztán így alkatrész, ilyen kis kutyaszarok, érted? Akkor eladó cuccok, eladó cuccokba megy ez, megy a sörétes. Ja, eladó cuccokat egyelőre nem muszáj eladunk most, mivel, nyilván, mivel ugye azért van dögivel. Oké, okay. Az eladó cuccokba megy az is, steroidot rohadtul nem használok, szelvetlen craftba. Ez megy, ez megy, ez megy, ez megy, ez megy. Jó, az a 4 darab izé. Szelves craftba, ez megy, ez megy. Szervetlenbe még, ez megy. Ide még. Ez megy! Túlszokba. Rohadtul nem megy semmi. Ammóba megy, ez megy, vépönbe, lehetőleg semmi, de ammóba még megy ez is. Érdekes, hogy a 95-ös lőszerből 300-at tudsz egy szloton pakolni, úgyhogy az azért eléggé OP, nem tudom azt, hogy gondolják. Legendary parts is van kettő, jó, azt meg visszük, levisszük, de viszont levisszük, na, kaja alapanyagot ide bedobjuk, mert méne, és akkor jó, így el tudunk indulni, ugye? Nálad minden van? Igazából mondhatni, ugye? Ezt még nesze, fogjad meg. Megyünk, megcsinálunk még egy küldetést, megpróbálunk minél gyorsabban. Irány, darágy. Medve, medve! Az a baj sima. Sikítós zombi, futkorászik, kipörnek az XP-t. Jó, figyelj, most az agyalok. Ezeket itt hagyja a pecsbe. Itt is egy sikítós, hallod? Figyelj, üti a izébet. Kecómat, ne szórakozz be! Most kipróbáltam volna, hogy följönnek-e. Inkább gyorsan rendet tett a képőr! Várja ma, nagyon közel látszik valamicsoda. Szét van turva rendesen, figyelj! Aha, ott van a izénk, a lootunk. Az eldroppunk. Ó, te fiú!
Figyelj, megyek én inkább, nem tökerészek itt. Azért az airdropért lehet, hogy elugrok. Már nagyon közel van. Meg amúgy is mehetnékünk van. Gyorsan. Jaj, te! Sanyi, mindjárt megmutatom. Itt van szét turva, itt. Ástam ki a... Oda nézzetek. És addig leástam, és vannak izék is, vannak ilyen... Hogy nevezik dolgok. Minek nevezik azt? Ércek, ércek vannak. Nagyon sok nitrátot talált, nitrát lelőhelyet találtam ott. Egy keréken? Jó van, oké. Okay. Hát ez másik irányba volt sajnos, de mindenképp körlene. A zombi medvét is láthatunk, akkor az kifejezetten jó lenne, de rohadtul nem látok egyet sem. Ja, egyébként ez a kalapácsolásátok ilyen rohadt jó. Bátorak legyetek. Kalapáccsal. Ja, hát ugye... Igazából ez a kalapáccsal az a téma, szerintem leginkább. Egy hármasszögbe lövő. Ezeket meg nem fogom kinyitni. Most maximum ezt. Vagy pedig mondjuk... Sima medve szerintem, úgyhogy nem kell. Kigyobbigyó meg támad. Megyünk a rákba, gyerekek, nem húzzuk az időt. Jó lenne 10 óra előtt visszaérni, mert akkor tényleg azt csinálnám, hogy még éjszaka egy questet letolhatnánk. Vagyis föl tudnék egyet venni, az lenne a lényege. Jó, hát figyeljetek, jó cuccokat kaptunk ebből is, de... Ja. Ilyenkor lehet az airdropnál is be kéne nyomni egy... egy csokit, egy looter csokit. Gyorsan csináljunk meg, és próbáljunk meg dinamikusan haladni. Tehát ilyen trash lootokat nem nagyon szedni, hanem tényleg a fő lootokra rámenni, mert azért nagyon jó cuccokat kapunk. És a shotgunt azt én elengedtem. Bocs, gyerekek, hogyha valaki azt gondolja, hogy... Ja, és viszont ezeket a sok szerszámot se kellene magammal hordani állandóan. Azon agyalok ám, mert hogyha belegondoltok, úgyis csak akkor használod mondjuk a baltát, meg akkor használod ezeket a specifikus szerszámokat, amikor nagyon muszáj. A maximum, nem tudom, a csákán se érdemes magaddal vinni, mert úgyis... Fú, hogy mondjam, ott van a izé, ott van például ez a steel hammer, amivel rohadt nagyokat ütsz, nem? Blokkra, tehát tök fölösleges. Tök fölösleges magaddal cipelgetned ezeket, úgyhogy ezeket lehet, hogy ki fogom rakni, lesz egy külön olyan túlszos láda, amiből olyan túlokat... Olyan túlokat tudok kiszedni, amiket ugye szokok használni, mit tudom, benne van a láncfűrész, meg az auger, meg minden, és akkor, hogyha kell, akkor oda kiveszem, és akkor, mit tudom, gyűjtök fát, bányászok, vagy akármit csinálok, de mégsem azt kell csinálni. Egyébként mekkora mákunk van? Szereztünk egy láncfűrészt ebbe a részbe, meg szereztünk egy 6-os M60-as baze, és ennél komolyan mondom, jó, ez szubjektív dolog, tehát ez nem egy olyan objektív dolog, hogy ezt el lehet önteni. De én úgy gondolom, hogy ez az egyik, hanem a legjobb fegyó a játékba arra a célra, amire például én használom a fegyót, hogyha nagyon beszorulunk valahova, vagy egy nagy probléma van, akkor... Öcsém, ez csak... Na itt még nem jártunk, ez nem kicsi hely, mi ez? Higashi, Higashi, ez a legnagyobb, a Higashi. Igen, ezt írta, nem is tudom, norvég írta szerintem, hogy a Higashi a legnagyobb. 2, 4, 5, 6, 7, na adjál neki sajton. Adjunk neki. Higashi torony, ez a legnagyobb, itt vannak a legtöbben. Ezt mondta, úgyhogy tehát, hogy jókor jött ez a izé. Fegyó. Na hát akkor támadásba lendüljünk, gyerekek. Gyűjtök neki, képernek, jó. Már jön neki is, okosba. Szépen okosba, gyorsan megpróbálom végigmenni, nem tudom, hol a főút. Nem is, soha nem is voltam itt. De ezt norvég írta, hogy a Higashi a legnagyobb ilyen küldetés zóna, poi vagy nem tudom, hogy nevezik. Vagy poi. Próbálunk kokosba, szépen, ameddig bírunk, kalapácsozunk. Meg... Nem olyan rohadt sokat összerántani, de azért dinamikusan is haladjunk, hogy ne keresni kelljen a zombikat, ugye. Nem azért jöjjenek szépen. F
fejreütünk, skillt formolunk. Jöjjön jó sok XP. Csak a fej, csak a fej. Itt a lányok vannak, meg idejek ilyen kis ficsúr gyerekek, itt megint valami nagy akció lehetett. Jó. Figyeljetek, körbe vagyunk a szinteken. Ezt megyünk tovább, föl-föl. Vitézek a csatára, a szent szabadságolt a bára. Aki pör nagyon beagrózott egy csomó zombit. Egy csomó zombit. Bírom egyébként, hogy... Ezt tudjátok, mire emlékeztet az igazi torony engem? A Die Hard 1-be. Az milyen torony volt? Ez is valamilyen japán nevű volt. Milyen torony volt a Die Hard 1-be, gyerekek? Az is valami tök ilyen hasonló nevű volt tényleg. Itt egy zombi, de hol? Ki kéne nyírni? Meg is volt. Tehát ez jó lesz ez a Vapor. Vapor? Bocs, hogy nem világítottam eddig, biztos nem láttatok semmit. Jó. Menjünk ezerrel. Tényleg olyan... Próbálunk gyorsan lootolni. Zárva, zárva, zárva. A bárban vannak a pulyá, vagy a ízék, a bulák. Jó kis bulák. Jó. Ugye clearelni kell, szóval muszáj végig menni mindenhol. Nagyon érdekel, hogy mi lesz a főút. Na, ott van ész, ott föl lehet menni. Hú, itt mennyi ilyen jóféle suna van, mi? Nagy csöcsösök. A sárga droppa, a sárga láda szerintem a legszarabb, ugye? Jól gondolja a Keeper? A sárga láda a legszarabb, vagyis a zsák. A kék egyen jobb, és a narancs talán a best, ugye? Jó sejtöm, talán. Nyertek, babáim. Hú, mennyi ízé van, picsúr gyerek van itt. Irodista csávók, na azért ezek fokoznak most keményen. Kutyákat úgy tudom utálni, hallod, egyszer harapott meg, és már be a térdem már tropa. Egyszer harapott meg, bazza, aztán térdem tropa le. Új. Nagyon harciasak ezek a fehér népek. Ilyen könyves polcokat azért nézek, mert az mindig jó, hogyha ezeket fejlesztjük. 50/75 már izé a robotik cuccom. Ilyeneket érdemes megnézni? Egyébként tudom, hogy érdemes, az a baj. És ezt utálok benne a legjobban. Hogy meg kéne néznem. De csak fölcsesz, hogy nem tudok mindent elvinni. Hát ez a kalapácsodás nekem valamiért nagy fétisem lett. Jó, megnézzük az irodákat is, meg mindent azért. Ezeket meg azért csinálom azt, ugye, hogy megtanulom inkább. Mert nem adnak érte sokat. Pénzt nem nagyon adnak. Viszont... Viszont ugye egy slotot elfoglal mindenképpen. Ezek nem is stackelhetőek, meg még ráadásul hát, még hogyha stackelhetőek lennének, akkor se. Valószínű, hogy ugyanabból a könyvből kapnál 86-ot, szóval nem nagyon éri meg elcipelgetni őket.
Murky Walter nem fog jönni. Úgyhogy ezt el lehet felejteni. Úgyhogy ezeket inkább megtanulom, azt kapok érte egy kis XP-t. Aztán jó világ, érted. Ez a sok könyv, ez jó. Esetleg megnézem az íróasztalokat, aztán, hogyha valami jó cuccot kapunk, akkor megtanuljuk, elrakjuk, ilyesmi. De magáért azért is, hogyha lootolunk valamit, ugye, mármint így megnézzük, már azért is kapunk XP-t. Hát, nem kitérdelte az ablakot, az telesett. Hát, hogy sem te, aztán nagyobb béla gyerek vagy. Aztán meg is kaptad az jutalmadat. Az ezekben izé, ennyire jó cuccok vannak. Ezeket nem nagyon néztem eddig. Aztán egész jó. Én azt hittem, ezekben mindig csak papírok vannak. Kár volt kimondanom ma, de... Oda nézzé! Csak a fej. Millióan. Millióan gyerekek. Millióan. Figyelj rá. Nem jó helyen vagyok. Visszaverjük a rohamot. És a keeper nem kap rohamot. Mert pofont kap sokat. A zombiktól mostan. Hoppá, de trükkös volt, elcsi. Trükkös. Ennyit az M60-asról. Majd kipróbáljuk ám, gyerekek, mert túl OP-k vagyunk most. Nincs szükség rá, hallod? Zsupsz. Zsupsz. Jajjaj. És itt, hogy felmegyek, akkor ott el lehet menni, és úgy lehet kimenni. Úgyhogy valószínűleg megtaláltuk a följáratot, de még egy picit körülesünk. Itt már voltunk szerintem. Lehet, hogy nem. Jaj, nem, felvettem azt a régy papírt. Nem is a dolog lesz, hogy kidobjuk. Jó, ezeket érdemes nézni, mert rengeteg könyv van benne. Én ezt nem is hittem. Hú, aztán kitaruljuk magunkat. Megnézem ezt a szemetest, hát ha ebben van ez a ízé, csoda dolog. Tudjátok mit nem dob? Rakétavető. De szerintem tényleg azért dobja azt a sok machine gun-t meg ilyeneket. Mert ugye... arra vagyunk... skillözve. Bátorak legyetek. Ki tudja, hogy honnan van ez a duma, a bátorak legyetek. Na, itt most ki kell találni, hova fogunk futni, ha csúnya világ lesz. Viszont a lábunkat lehet, hogy beköthetnénk. Megvan a Parkside, more! 4-es. Na, itt lesznek millióan, azt tuti. Éha. Ott van a figura, figyeld. 10.000-es drótüveg. Mi a túró? Azt hiszem, hogy erre kell menni. Körbe-körbe karikába. Ó, most mi van? Trüttös volt, trüttös. Ez 60/100 már, gyerekek. Tactical Assault Rifle, Quality 6-osat tudnánk már csinálni, úgyhogy ez tök jó. Csak kár, hogy már akkor tudok csinálni majd, amikor millió darab megvan belőle videó. Na, itt megint aztán futnak mindjárt zombikám, úgy, mint az őrület. Figyeld. Ez jó. Legszörös... Na, mi van? Lassú vagy. Lassúak voltatok, kisköcsögök. Azért hogy elmozdultam, mi? Elrántottam a fejem jobbra-balra, induló csel. Hú, de utalhatjátok, hogy ilyen hülyeséget összehordok, nem?
Figyeljetek, gyorsan kellene haladnunk, és akkor lehet, hogy meg lenne 10 órára ez tényleg. Nem tudom, hogy hány emelet ez. Biztos nem kettő. Na várjatok. De hogy kerültek oda? Kimaradtok? Most figyeljetek, úgy tartom ezt a frontot, ezt a vonalat. Mind kimarad? Gyárta, he. Oda néz. Egyébként egy ilyet bevédesz. Ezt tök frankon el lehet lenni. Üvegen keresztül látod, hogy merre mocorog a kis Tobiás. Ha, cseles volt, de ütés közben ráhúztuk a korbályt a csávóra. Na jó van, szedjük föl. Ott meg ott van benne a izé. Hűha. Jó, az gyűhet. Valahogy nyer itt valami. Ezeket a szervereket szétkapnám, biztos olyan csoda dolog lenne benne. Na, ott is védereznek a csávok, be kell menni hozzájuk. Itt meg az gondolom zárva van minden is. Arra kell menni, jó. Jó. Meg nagy izgalom belesett. Oda nézzetek, még kínni is ugrálnak, basszus. Kína párkányor. Hát az öreg anyátok valaga. Hát komolyan mondom, gyerekek. Itt aztán vannak érdekes dolgok. Olyan FPS dropunk van. 2 millió zombi akarja a tökünket letépni. Merre kell mennünk? Aha, itt be lehet menni, meg ott ki lehet menni. Hú te, ez nem baráti. Azt nézem, hogy ott be lehet valahogy jutni, csak az a gond, hogy itt van a Zombination támadási. Csak valahogy jó lenne kijutni. Gyertek ide, gyerekek! Hát hülyék vagytok ti, vagy mi? Csak az a baj, hogyha ezeket számolja, és nem ölöm meg őket, hanem lefotyóknak, az lehet, hogy nem baráti, nem? Jaj, ne! Úgyhogy ez most lehet, hogy problémát okoz nekem. Óf, te fiú. Hát ezt nem vagyok boldog, na. Gyerekek, ez halál pontos az a fegyver. Ezt én nem gondoltam volna. Én azt hittem, hogy izé lesz hitten. De oda nem biztos, hogy nem fogok tudni átugrani. És mikor lenne az, hogy nincs egy büdös darab vizép se, meg kell tudok ugrani. Hát tudok én odaugrani ebben a rohadt páncélba? Olyan picsa páncélom van ám. Na, bazd meg. Sok a kutya. Jaj, mennyi kutya. Hogy tudok bevenni? Hol van a motorom egyáltalán? Várj, hol van a motorom? Ott tudtuk bevenni, ezt nagyon gyorsan végigfutunk. Nem csak nehogy elhagyjam a területet, mert akkor meg izé lesz. Ki hörög, mi hörög? Szétverem a fejeteket, gyerekek, ne szórakozzatok. Na, most mehetek újra. 18:50, jó lenne sietni. Egyébként lehet, hogy majd valami fát ütök inkább. Itt nem tudok átugrani, mert ugye itt kell átmennem. Olyat nagyot ugrottam, hogy nem jött össze a mutatvány. A bocs, ez fa kereszt. De legalább tudja a keeper merre kell menni. Vagy valami olyasmi. Jaj! Itt kellett átmenni, és akkor arra balra. És ez kizárta be ezt az ajtót. És most itt jön a lift, ugye? Súúúú! Jobbra el. Oké. Okay. Itt végig. Be a WC-be. Be ide. Itt ki. Erre. És ma itt is vagyunk egyébként.
So no problemo. Meggyűjtünk. Jutunk az előbb. És ott a ablakon kéne begyűnünk. Mi ez a sok izé? Figyelj, lehet, hogy fúrni fogok. Nehogy megszopasson minket a röncőr. Egyébként itt még van egy csomó cucc. Hogy jöttünk ki? Hogy mentünk ki? Vagy erre meg se néztem? Ja, nem. Figyeld, itt kellene kimenni egy, ugye? Lehet, hogy azt csináljuk, hogy ütünk egy-két blokkit. És mi van? Nem gyűn ebből fa? Hát de nagyobb baráti, komolyan mondom, azért nehogy már ebben ne jöjjön fa. Biztos arra köverdi? Megint leesek be hozzá, komolyan mondom. Jó, Istenem. Megjöttünk? Itten íze kísérleteztek ezekkel a rossz arcúakkal. Modifikáció! Na, és akkor most? Jó, de jó, hát mégiscsak erre kellett jönni. Úgy nézem. Nem húzzuk az időt, de az ötös szinten valószínűleg ki kéne pucolni. Jajjaj, ez ilyen vegyszer raktár, vagy mi a bánat. Na jó van, tényleg egy agresszívek leszünk. Agresszíján. Na gyertek rám! Nem hiszem, nem jönnek. Új! Ezekből jönnek ki, ezekből tartálokból. Csak a fej, csak a fej. Az a jó dolog. A fejre üt a keeper. És a szeme nem forog. Jobbra-balra ment. Akkor elcseszi. Bazán, még ezt is szétcsaptam. Na! Itt van a csoda dolog. Rongy, minden, várja! Ami nem kell, dobjuk ki. Tudom, hogy egyébként eddig összeszedtem minden mocskot, de mostantól ez változni fog. Nem merem kidobni, azt már lebasztok. A négy darab csontot kibasszuk. Egy kettő darab üveg lehet, hogy nem kell, meg ezt csak, meg a szenet is annyit szedek, amennyit nem akarok. Úgyhogy ezek mentek a levesbe. Egyébként az, viszont a műanyag az kell, most akármennyire is azt mondjátok, hogy minek az a műanyag? Kell. Egy ögzít. Ez a Nakatomi pláza, rájöttem, Nakatomi pláza volt. Ugye, emlékeztek? Na, itt megint milliárdok van, lesznek, zombik. Na, előre félek. Ez valami gépterem? Na, gyertek rám. Gyertek rám. Hello! Segíthetek? El nekem, ennem nekem, bocsánatot kérek. Ezekben nincsenek? És hol vannak? Várjál bár! Kemények legyünk! Hol a ellenség? Mert az a baj, elhagyom őket, akkor még jöhetek vissza, tudod? De rohadtul nem látom őket, ott egy táska volt. Jó, megyünk tovább, az valami lesz, nem? Nem tudom. Szerintem valami falat akarnak ezek kifúrni. Kényukba. Úristen, a labirintusos étem jója. Egyébként ez a fegyver szerintem... Figyelj, refutott. Ne fuss se! Valami brutális ez a fegyver. Na megint izé, rúgják a port. Talán itt lesznek. Hello! Kukucs! Kukucs! Nyom egy-két fegvőtávaszt a csáv. Na! Hol vagyok már, basszus? Hát mindjárt megvadulok. Vissza kell érnem, bazza, 8 óra van. Van 2 órám, úgyhogy húzzuk bele. Aki bújt, aki nem jövök. Na jó van akkor. Subidubi! Nyugodjatok meg! Fejecske! Megpróbálok gyorsan lenni, ne haragudjatok, hogyha egy kicsit összeszedetlen.
De inkább toljuk már végig ezt az egészet, már megőrülök, már rohadt hosszan megyünk. Ez a Nakatomi pláza, ez borzalom, ez borzalom. Bekukkantok, csak hogy neve lehet erre menni valamerre, de szerintem nem föl kellett menni valahova. Apám, aki ezt megépítette, mármint ezt az egész izét, azt meg nem lehet elérni, vagy valahonnan nem lehet elérni. Nem. És nem fogom szétverni itt a dolgok, de... Olajpala, leves. Elfáradtam már, gyerekek! Merre kell menni? Valaki segítsen itt, tud beigazítási a témába. Valaki segéljen. Érdekes. Még mindig mutatja, hogy könyv van benne, vagy pedig nem tudom. Oké, na, merre menjünk még? Kívül tiszta. Bolond. Nagyon-nagyon rég. DNA testingre kezdi. Hanem ez így ilyen brutál ez a hely. Gyújjerek jó sokan. Gyertek rá, mert Keeper nagyon izajával uratkozik. A fejre üt a Keeper. A lédik röpködnek. Egy darab zombi megmaradt, de melyik most nem tudom. Valamelyik él. Ja, ott van fönt. Na. Megukkantok, hát hogyha itt lesz az epic loot. Valamilyen nem tudok. És lehet, hogy az ajtón kéne megpróbálnom, nem igaz? Nincs itt lószar se. Na. Megüttem. Kisegélyít a Keeper. Ide nem... Miért kellett bejönni? Milyen irányítóterem van itten, ha? Gyerekek, olyan brutálok vagyunk már, mint ilyen az az armor. Például, hogy kb. Így hótlazán el tudsz lenni. Bekapsz egy-két hitet, még az se számít. Baromi laza. Na menjünk már rá a főútra. Gyorsan. Tudjátok, hogy... Úha. Tudjátok, mit élnék még egyébként ebben a játékban? Hogyha lennének izék, bosszok. Ugye sokkal több HP-val, meg minden, az tök állat lenne, nem? Képzeljétek el ilyen franco boss fightokat, mit lehetne csinálni. És ugye nem is nagyon tudnád megcsinálni, míg nem fejlődsz fel, meg mondjuk nem tudod a taktikát. És ezek reddes disznók voltak? Várjál be! Rakjunk ki ennek a... Akkor tudnék azt csinálni, várja... Ezt kirakjuk, olyanokat rakjuk ki, amit nem stackelhető egymásra, stackelhető, mert ugye annak sokkal nagyobb értelme lenne olyat kirakni. Mert... meg amiben nagyon ritka esik. Akkor talán... Ez nem fog esni még egyszer, és akkor marad helyünk. Na, ezt néztem, hogy ez... Akkor ezt megszabadítsuk az irhájuktól őket. Volt még egy. Kapásból szereztünk 100 darab húst, úgyhogy ez tök jó. Jaj, menjünk már. Sanyi meg így fölnézett, hogy mit akarok, hova akarok menni. Ugye amikor sétálni megyünk, akkor szoktam ezt mondani, hogy menjünk. Nyugi bugi! Keeper megjött, nem kell beszarni. Egyel visszavonulunk. Ez okos kis előre-hátra mozgással el lehet így lenni. Tökéletes szerintem, nem tudom, szintet nem léptünk már. Hát basszus, annyit lootolok meg, annyit izajánk. Annyit. Ezek mik ezek? Nem lehet őket lootolni? Ah.
Annyi cuccunk van már, meg annyi jó cuccot lutolsz. Ezek a tier 6-osok, ezek elkényeztetik az embert. Na, hova kell még, merre kell venni, mert ma megőrülök. Hát nem arra. Szerintem most lefele fogunk menni. Valamelyre, figyeljétek meg. Éreztem. Nehogy megszívassod a játék, hogy leszakad a lift, vagy ilyesmi. Aha, itt egy lajtorgya. Nem, lehet, hogy fölfele. Nem tudom, most hirtelen merre kéne. Gondolom fölfele akkor. És akkor mondjuk itt el. Aha. Itt esélyes, hogy még nem voltunk, ugye? Viccik. 21 óra egy, hát már nem fogunk odaérni. Ú, nagyon bánom egyébként, tényleg ez annak a Tommy Plaza, ez ilyen brutál nagy. Gyerekek, hát hova francba jutottunk? Ez ilyen nagyon izének tűnik, nagyon kihaltnak. Nagyon nem látom, hogy merre lehetne menni, ha csak nem egyik WC-be. Lehet, hogy inkább mégis lefele kellett volna menni. Egyébként azért gondoltam, hogy lefele kell menni, mert ugye van egy ilyen jel, amikor egy kapcsolót nyomjál meg, és ott lefele volt. De szerintem ezt benyoltuk. Á, nem. Megjöttünk. Tető. Öcsi. Nakatomi Plaza. Ez tök jó egyébként ez a hely. Bírom. Visszamegyünk izére. Oh. Itt kell menni. Hú, gyerekek. Mi hörög? Megmondom őszintén, már azért ez lehet, hogy egy enyhén túlzásnak érzem. Ez már tényleg brutál legy ez a hely. Ez már tényleg brutális nagy. Valaki használ egyébként ebben a játékban gránátot, vagy mármint a zombi hordán kívül gránátot, vagy pedig minek nevezik a másikat? Molotov koktélt. Nem tudom, én nekem valahogy az egy abszolút nem feküdne, vagy nem tudom, dobálja gránátokat. Meg biztos vagyok benne, hogy befélelnék vele nagyon gyorsan. Saját magamat felrobbantanám már, mint arra gondolok. Te meg miért nem szóltál, itt vagy? 1722 XP. Ja, nem, mert a lootolásból is kaptunk. Na, azt akartam mondani, hogy tudom, hogy elég hanyagul lootolok. Biztos több beteg azt mondja, hogy ez nagyon zavaró. Bocs érte, de... Pörgünk mind a trágyaszóró, jó? Nem arra, itt vagyok, hülyék! Valahogy úgy érzem, hogy megtanultam a kalapáccsal normálisan játszani. Komolyan. Igazából semmi nem változott, semmi skillünk, meg semmi. Az utóbbi részekhez képest. Nem egyszerűen megtanultam kezelni ezeket a zombikat, hogy így... Hogy ne szorítsanak be. Meg ilyen hasonló dolgok, nem, srácok? Valahogy ráéreztem, és én elhiszem, hogy másnak például a lőfegyver nagyon fekszik. Mert lehet, hogy azt szokta meg, és azzal megtanult így normálisan játszani. Nekem ez viszont nagyon-nagyon bejött. Ez valahogy nekem így el van találva. Ja. Ugye mindig kezelnem kell azt, hogy ugye honnan támadnak, hogy egy irányból. Nem vagyok olyan nem tudok olyan gyorsan megölni egy csomót. Mozognom kell. Mindig a távolságot úgy tartani, hogy most pont nem jött össze, hogy el is találjam, ne üssüssenek. Főleg, hogyha jó sokan jönnek, akkor van ebből problém. Nekik itt nagyon zsírlutok vannak.
Ezeket szétszednem, tudja, hogy ilyen vérzacsi az jönne belőle. Hol van már a fölött, bazze? Itt már nagyon sokáig el vagyok, és 21-46-ban. Mindjárt futni fog az összes. Még az is, akinek nem kéne. Na hát még mindig följebb. Nézzük itt mi van. Megnézem ezt a szemetet, ebbe hát ha van valami. Egyébként ezt a vasat ezt gyűjtöm, de minek? Ez így mindenből így összeszedem. Az jó, mert igazából az ilyenek jók, mert egy slotot foglalnak. Az nem annyira veszélyesen szem. Ez mi az R? Roof? Vagy mi? Hoppá, szerintem megjöttünk valahova. Te babácskáim, ez. Olyan csapdaszagot érzek. Milyen ajtó, hallod? Öcsém. Na, nem sokára gyűnnek ám a jól utok. Csak jó lenne kicsit. Betámadtatnom magamat. Mert itt, hogy biztos, hogy vannak egy 200-an, az tuti, gyerekek. Ja, meg még a tetőre is fel tudunk menni. Akkor ez csak egy ilyen, lehet, hogy nem is a főút, hanem egy ilyen ideglenes. Ugye körbefutok. Olyan lag van. Itt annyi zombi lesz, hogy ezt el nem tudom képzelni. Mit vettem fel, bazzer? Ami széket, vagy mi az? Jó, egy széket. Az mi az? Lehet alakítani, hogy milyen szék legyen, de érdekes. Na várjál, hol van a izém? És ott van alatt a tök durva az a izé, az a doboz, amiben pakolna még, tudjátok. Ez marhára meg van csinálva, imádom. Ja, hát ez... Ne haragudj. 27 cobblestone, egy ne haragudjál, de nem akarjuk vinni azt. Egyébként ilyen vasat se érdemes nagyon meg, ilyen nem tudom ezt. Jó. Mindjárt el fog itt szabadulni a pokol. Meg amúgy is lootolgatunk. Valami fog történni a szódzier gyerekek. Nem hiszem, hogy nem jönnek. Egyébként könnyen előfordul. Aha. De föl lehet mászni. Kicsit fostos vagyok. Oké. Megjöttek. Rendezzük magunkat soha. Úristen, nem jó ez, és az a baj, tudjátok mi a baj? Ugye megmondom mi a baj, hogy csomó felől tudnak támadni. Úristen. Egyben biztos vagyok, hogy ennél is ilyen sok zombi meg bűnös életben támadott. Gyerekek, mondok valamit nektek. Nagyon jókor kaptuk meg ezt az M60-ast. Kurva jókor kaptuk meg az M60-ast, mert különben itt megdöglöttünk volna meg. Hát ez jó volt, hallod? Mi volt ez? Mi történt itt? Föl nem tudom dolgozni néha. Ötös láncfűrész. Nem hiszed el. Be kéne nyomnom ma. Ötös auger. Mi jó pincsa van itt? Begyobok egy lootos csokit, kovajár. Aztán itt már lootoljunk mindent is azzal. Elég sokáig tart, 6 percig, vagyis 7-ig pontosan. Jó, nyugodjál meg. Tudom, hogy nem vagyunk egyedül. De Keeper most rá van itt ilyen a dolgokra. Ugye kimegyünk, mert itt meg szerintem a madárkáink nyüzsögnek, de nem is kevesen. Fel akarok menni, itt valami még, szerintem itt a meglepetések vannak.
Másik oldalt, ugye? Ja, itt a fölud várjál. Viszont itt nekem nagyon gyanús ez a hetyegés. Nem tudunk valahogy fölmenni? Ugye valahogy. Fölmegyek meg, körülézek itt nekem, ja nem tudok. Akadjál! Hále róla, more! Gyere, a drónocska, mert itt a támadásban edültek a köcsögök. És el is hallgattunk. Jó, hát akkor lootolás lesz. Ja, mindenképp ki kellett jönni az udvarra, látod? Hogy? Ide? Hogy ugye? Jaj! Ura, nézd, micsoda lootok! Na, bennünk van a izé, lootos csoki. Loot stage-ünk 290-es. Ott egy, megint egy hatos izé, figyeld! Beszarogsz, de mennyi izé van, cuccos, hallod? Megint nem férünk el, more. Jújj, nagy láda. Megint egy hatos izé, M60-as. Jó, várja, jaj, várja. Ezt nagyon sokáig nyitja apám. Aj, mazzalik van neked, te Istenem. Fú, te. Ahogy itt tizé, dúskálok így a javakba, nem? Olyan a mama? Ne bassza meg a nem félek-e, várja, de mi az, amit nem tudok elférni? Nézzük, hogy mi az, mi van itt. Ebben van-e valami? Jó van. Jó van, várja. Osztályozzuk itt a dolgokat. Kiszórom ide a sarokba, bazzá, amire kell. Ezt mondjuk meg kell tanulni kettő darab. Nézzük, úristen, ötös auger, ötös láncfűrész, befosok neki. Én ezt le akartam szkrepelni, mindjárt rendbe szedjük ám magunkat itt pillanat alatt. Megisszuk a kávét, megesszük a kaját. Ez mindjárt lesz egy kis helyünk. Oké. Okay. Sorban nézek mindent, ez nem kell nekem, ilyen 11 darab akármicsoda. Ez az egy darab nem kell nekem. 6 darab ilyen szar, ezt nem kell, 6 darab nem kell. Oké, okay, és akkor most innen viszont vigyünk mindent. Weapon bag. Ezt még meg se néztük. Medic. Jó. Meg kell nézni a robotomnál, hogy valami nincs-e. Ugyanaz oroszlotod. Jó, de volt. Jó van. Egyébként ezt, ja, ezt lehet, hogy ki kellett volna nyitni. A nitrátot tudok bágyászni. Leszarja a keeper. Meg nem tudom mit, az animal fotót kéne kidobnom. Vagy pedig valami nagyon kevés szlotos lőszer nincs. Jaj, ez a kalapács menjen meg, ez a menjen, aztán jó van. Oké. Okay. És akkor mindenből... Nem mindenből. Öt lőszer. Jó. Van már baráti. Két olaj. Jó van. A pénz, várjál, nem a izéné van? Nincs nálad a pénz, szerintem nálad van, ugye? Látod? Már is jobb. Hoppa. Ezt felvettük. Na, a bot mennyit ér? 166-ot. 86, ez 300-at ér. Nem volt ilyen nálad, testvérem? Nem. Ennél nincs valami olyan, amelyik igazából nem túl hasznos. Ez 8-at ér.
Édes Istenem. Jó, és több már tényleg várjál? Ready for duty. Mennyi darab ilyen izéd van? Egy szlotnyi mi? Jó. Az a penge mód az meg nem kell. Jó, várjál, be meg kell raknom valamit. És akkor ez, meg így. Jó, akkor így meg vagyunk, mondjuk. Tudom, hogy kiroptam néhány a számotokra biztos rohadt hasznos dolgot, de nekem ez így tök jó volt. És tudjátok mi a brutális? Hogy halálloza volt ez a hely. Legalábbis én tök úgy érzékeltem, nézzük mekkorát kell ugranunk, hogy innen leérjünk. Valahogy tök jó lenne, hogyha nem kéne legyalogolnom, úgyhogy. Valahogy okosba. Eljutunk. Na, egész jó voltunk. Na, viszont gyerekek, egy dolog, hogyha látunk zombi medvét, azt nyakon verjük, tudjátok. A többi az le van szarva, meg a kutya, még mindig, igen. Mi volt ez? Mert ilyen zombi medve hangot hallottam volna. Incoming enemies, prepare for conflict. Figyeljetek, megyünk, szerezzük meg a motorunkat, azt megyünk ide erre a rákba, mert itt aztán annyian fognak jönni megint. Ugye itt ezelőtt is az volt, hogy harcba keveredtünk, azt egyre többen jöttek csak. Shubidubi! Ott van egy zombi kutya viszont, azt lehet, hogy nyakon verjük. Vagy ő minket. Az így getöri a lába, vagy tök jó. Tudom, nem sok helyünk van, de már ez megérte. Na már a outfit. Jó van gyerekek, húzzunk innen. Jó, nincs helyünk, tök értelmetlen itten harcolgatni, de mondjuk jó. Tudtunk olyat szerezni belőle, amit fel tudtunk venni. 150 méterre itt az airdrop, megőrülök, bazzá! Megpróbáljuk egy airdropot felvenni, úgy. De várj, hülye vagy, hát a motorba tudsz pakolni már, keeper. Jaj! Igen. El is felejtettem, bocsánat, hogy kivárok. De tényleg tök elfelejtettem, mindig elfelejtem. Mert igazából ott eszembe volt fönt, hogy a motorba tudnánk pakolni, csak ugye az volt a nagy probléma az egésszel, hogy nem volt ott a motorom fönt. Tehát ugye elég nehéz lett volna eljutni, feljutni, meg minden. Hogy kétszer fordulni. De figyeljetek, én most tudjátok, mit fogok csinálni? Ott egy zombi, nem hiszem, imádom ezeket a medvéket! Igaz, hogy törött lábba vagyok. Ez jó bírta rá. Meg kell hagyni. Na, valami jó. Itt egyébként ebben 4-es auger, menjem az anyádba, mi? Na. Hallod, 4-es auger volt. Na, arra gondoltam, hogy ebbe benyomok egy izét, egy ilyet. És kilutoljuk úgy. Lol. Hát gyerekek, bazd, ez a hely, itt, ez összese lehet hasonlítani a izével, a mit tudom én, sivataggal, vagy bármivel. Úgyhogy ha letelepedni akartok, hát ne telepedjetek le ti sehol, hallod? Vagy pedig telepedjetek le, de mindenképp úgy, hogy egy ilyen mellett, mert itt, bazd, itt szarrá lutolod magad. Hát 2 darab 6-os M60-os kaptunk ma. Az Isten tudja hány augert, meg mindent is, nem? Hát egyszerűen nem tudom számon tartani, hogy mennyi kacatot kapok, majd nem kacatot, hanem a ilyen endgame lootot. Tudom, az is függ, attól is függ ugye, hogy hányadik napon vagyunk, de azért ez nagyon beteg sok cucc. És tényleg a izébe csináltuk ugye a dolgokat, lootoltál a sivatagba, felét se kapott, tök szor. Hát a sivatagban nem tudom, valami 120-as a lootunk, loot stage-ünk itt, meg ugye föl tudjuk, alapba 220, föl tudjuk nyomni ilyen 290-re. Jaj! Meg fel tudunk ugrani itt a nagyon magasra. Bontom a kerítést minden. Jó lenne még egy zombi medve.
Törött lábbal van a Keeper. Egyébként ezek a zombi medve, meg ez a zombi farkas, ez mindig, hogyha megüt, akkor eltöri a lábad. Na. A hungyűlenemi. Tehát nem valami jó hadakozni vele, vagy pedig rohadt gyorsan meg kéne ölni. Csak ugye ilyen éjszaka meg nem annyira ildomos lövöldözgetni. Na, akkor aztán minden rád jön, főleg a város környékén. Figyeljetek, driftelve beugratunk így ide. Franco! Franco Nero, meg egy jó hosszú videó lett. Bocs ezért a gyerekek. Egyébként elmondom nektek, hogy gondolkozok egy olyan, hogy csinálok valami rampát, hogy fel tudok ugratni oda. És akkor fönt lesz a motorunk. Mert ez így tök szar, hogy... Miha? Tök szar, hogy izé, hogy... Na, mondjuk az vihetnék föl belőle, mert van helyünk. Hozz. Úristen, és olyan jó cuccokat kaptunk, vannak ilyen dobozkák is, amiket ki akarok nyitni még gyorsan, jó? Ja, meg be kell kötni a lábam, tudja a Keeper. Viszont ez a leejtő cső, meg minden így, ez tök jó meg van csinálva. Na gyerekek, gyere ide, hol a robotom? All systems go, how may I help? Figyula. Úristen, nem hiszem el, hogy az üres pöcsömbe lehet ennyi cuccom, hallod? És kell egy olyan láda tényleg, ami olyan tools, egy fontos tools, érted? Amik, figyelj, ammó, már megint. Megint, várj, ezt fel kéne upgrade-elni, ezt mondtátok, hogy fel lehetne upgrade-elnem. És akkor ez tök jó lenne nekem. Na most, vassal kell. Mindjárt ezt fel-upgrade-elem, azt kíváncsi vagyok, milyen lesz. Na jó. Mert akkor azt mondtátok, hogy nagyobb lesz a hely. Hát remélem, hogy drasztikusan nagyobb egyébként. Hát ez kurva jól néz ki. És acéllel föl lehet még. Hát ez nagyon jól néz ki. Jaj, testvéreim. Megköszi az infót. Nem olyan sokkal lett nagyobb, viszont böszme jól néz ki. Jó, most egyelőre mindent is kirakunk, minden ilyen ammót. Ja, hát meg ezeket ki kéne nyitogatni oda néha. Modok. Meg itt vannak a... Toolsok. Ezek most már nem is tudom, hogy melyik a legjobb, mert annyi van belőle. Ugye ez mehet ki. És majd el fogjuk rendezgetni a dolgot. Á, nagyon durván, ezért nagyon durván megfogtuk az Isten lábát. Most megint Lutz szempontjából. M60-as machine gun tudnék ketteset, gyerekek, nagyon annyira mennek a skillek is föl. Ez is nagyon durva. Itt is egy M60-as. És normális az a játék, figyeld. Nem hiszem el egyébként, ez nagyon brutál. Eladó cuccokba... Ez. Meg a steroid. Meg. Nem. Ez lehet az ammóba, várja. Kiszedem tőled is a dolgokat, megint felhoztuk a motorból a benzint. Mi van nálad? Oda nem ennyi ammó. Kell külön csinálnom ládát. Sörétes, 90 mm-es és 762-es. Komolyan, mert ezt itt nem fogom tudni kontrollálni, mert ez nagyon durva. Weapon, armor, és ott megint kettő láda, amit nyithatok. 88 már kaja, 71 az izé. Gyerekek, olyan szinten megindultunk az utolsó pár részbe, hogy ez brutális. Nem? Hogy így begyűrűztek a dolgok egy kicsit. Egészségügy. Ja, most ugye kiszedtünk mindent abból a kotlából is, de nem baj. Majd itt rendezzük a sorainkat, mert rengeteg dolog van most.
Mit csinál Satari? Satari, Satara! Sanyi, tizé, ásik vagy nem tudom, mit csinál mellettem, szórakozik. Ó, srácok, nem tudom elképzelni, nagyon brutál. Mármint ez a... Ez a rengeteg... Sumo... Ez nem ide... Alkatrész, jaj... Mert még volt Szervetlenkraft... Glue... A glue-glue az nagyon kö... Glue-glue... Glue-glue... Kinek mi jut eszébe a glue-glue-glue dologról? Remélem, hogy semmivel. Üzemanyag kéne olyan, hogy alkatrész... Oké. Okay. És itt meg kaja alapanyag. Ez a sört egyébként, hogy minek hoztam el, azt például nem tudom, az a legnagyobb hiba volt. Egy csomó mindent biztos fölróttok, hogy nem volt tökéletes. De viszont... Szóval nagyon, nagyon, nagyon durván kényeztet a játék, nem? Gyerekek. Jó, igazából akkor el is vagyunk készülve. Kellene csinálni mondjuk egy kötszelt. Ugye azt meg kéne csinálni, és... várjál, szerintem lootoltunk mi. Tudod, hogy mit várj? Állj meg! Állj meg! Állj meg! Nálad nem marad semmi? Szóval úgy kell elkapni ezt, hallod? Na, mindjárt lemegyünk, aztán rendbe szedjük magunkat. Tök jó vagyunk, gyerekek. Nagyon imádom. Ugye, ugrás, ledobatjuk magunkat. M60-as talig kellett használni. Ezt tudjuk józolni. Ohohohoho. Annyira szeretem bazze, hogy ezek itt kóricálnak. Az lehet, hogy nem zombis. De ez bazze, nagyon brutál loot forrás, hallod? Komolyan mondom, lehet, hogy most van úgyis ilyen ám. Benyomom, aztán egy gyors vadászunk. Figyeljetek, mennyit használ. Loot stage. Érek, 252, tehát számít az is, hogy, hogy épületben vagy-e. Na. Hát ez nem volt erős. Hát de akkor is. Akkor is egy ilyen össze-vissza mászkálnak ezek a szerencsétlenek. Megnézzük azt a medvét. Szerintem az normál medve volt és nem izé. Nem zomboid. De viszont ott van még egy izé, még egy ilyen... farkaskama. Szintet léptük, ezt meg nagyon ütöttük együttéssel. Gyorsan kiszedjük, és ott még volt még egy farkaskama. Szintet léptünk megint, nem tudom, legalább két skillpontunk van egy rész alatt, úgyhogy tök gyorsan lehet szerezni. Megint, most meg a kezemet tört el, bazd meg. Brutálisan. Az a baj, hogyha ez megüt, meg tud ütni, akkor valamit kereszted vethetsz. Kezed vagy izéd lábadra ügyetöri vidd a szart. Gyorsan egy ilyen, nem nagy körbe, hanem egy ilyen picibe megyünk így, és akkor ránézzünk, hogy nincs véletlen még. És meg megint el van törve, bazd. Most meg a kezük. Beszorok egyébként ezeknek a zombi kutyáknak, meg mindennek. Jó, nem látok többet. Látjátok, levágtam egyébként az erdőnket. Hogy legyen fa ugye előző részben. Jó. Fölviszünk mindent. Király mód. Ja, kellene csinálni egy rampát, és akkor nem kéne mindig a motorra szarakodni. Valószínű, hogy fogok is csinálni. A következő részben dobunk össze egy ilyen rampát. Hogy föl tudnék ugratni, és itt van ez... Ja, nem jó. Onnan tudnék csinálni egy rampát, onnan. De nem jó, itt az úton kellene. Új, itt a ládák. Figyeljetek, úgy kellene csinálni, itt az ablaknál, és akkor ide be tudnék állni. Motorra. És akkor egyből így ki tudom lootolni, érted? Később meg a kocsival is. Nem lenne hülyeség, nem? Srácok.
Hogy itt átrendezzük egy kicsit, vagy ide valahova csinálunk egy garázsajtót, és akkor fotóra fel tudjunk gyűni. Szerintem az tök buli lenne. Buli lenne, na megint, figyeld! 10 darab kaja, úristen, egy csomó mindenféle hangos bemondó, meg az Isten tudja, mi nem. Mi a fasz van ebben a játékkal, öcsém? Milyen franc van ezzel a játékkal? Mi történt itt, gyerekek? Na, viszont talán kellene egy olyat csinálni, hogy akkor a legjobb ilyenek, ami tényleg legjobb van, ebből nem ez a legjobb. Ugye 5-ös láncfűrész a legjobb, 4-es ógerem a legjobb, 4-es makitám a legjobb, ez, ide, ha itt hagyom, és akkor 5-ös szögbelövőm. Hogyha akarok valamit is szerelni, akkor ezt tudom vinni, és ezt se érdemes vinnem, ugye, és ezt se érdemes vinnem, egyébként az augerbe is ugye lehet módokat rakni, meg minden. Úgyhogy ezeket tök fölösleges cipelnem, úgyhogy ezeket itt fogom hagyni, alul. És akkor innen, hogyha kell, akkor bármelyiket tudom kivenni, nem? És akkor viszont itt van egy csomó szlotom, amit tudok felhasználni más esetekre, például tudom akkor én vinni ezt a dolgot, vagy le tudom rakni a kaját, és akkor ott nem foglal flusszolatot, és egyből ugye be is tudom nyomni, le tudom rakni a vizemet, és akkor mindjárt nyerőbben vagyunk, így elosztva, szlotügyileg, ugye? Mennyivel jobb. És igazából úgyis ezt használom, a többit meg nem. Ezeket meg tök nem érdemes vinni, mert ládát is szét tudok ütni ezzel. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó megoldás lenne. Viszont ezt így kianlokolom, ezeket visszük. Nem? Gyerekek, mit gondoltok? Ja, itt meg ezt kell még láda. És külön kell raknom, bazza, hogy mennyi 762-es lőszer. Nem használok lőszert, basszus. Ezt, halljátok, ez egy nap alatt jött össze. Tehát ma. Ez ma jött össze. Ma. És ez egy kicsit már brutál, nem? Na, gyerekek, elbúcsúzom erre volt. Jó, és 2 shotgun megint. Jó. Viszont akkor ebbe tudjuk használni a shotgun lőszert. Mindjárt megnézzük, hogy lőtt egyel talán valamelyik. Szerintem ezek működnek, csak... Interact. De ezek működnek egyáltalán? Mindegy, ezt hogy tudom fölvenni? Ezt valahogy föl lehet venni, vagy mit tudom én, gyerekek? Gyerekek, mondjátok, hogy föl lehet venni ezt. Ugye, hogy mi legyen a targetje. Ezt hogy az anyámba kell fölvenni, hallod? Ja, lehet, hogy kell hozzá... tudom, hogy mi. Oké. Okay. Oké, okay, megnyugodtam. Várjatok itt meg. Legalább szedjük ki. És azért nem fogom a murkivótort összeszedni. Soha a büdös életbe. Ez is annyira nem kell nekem. Oké, okay. Ki van pakolva minden, minden el van rendezve. Van még mindig 28.000 pénzünk, viszont több már nincs. Hol van a robotunk? Jó. A robot is ki van pakolva ugye, és még mindig nincs motorunk sajnos. Viszont lehet, hogy megvan ez a 100 darab akármi, ugye akkor stamina bónuszt adna ez a robot, amit szerintem tök
ideális lenne, úgyhogy ezt lehet, hogy gyorsan, megnézzük Salvage Craftba, 140, és akkor ezt meg is fogom, le is fogom craftolni, gyerekek. Megtrekkeljük, kell hozzá, szervetlen craft, kell hozzá nekünk ilyen, kell hozzá nekünk ilyen, és kell hozzá 5 acél, és akkor ezt le tudom craftolni. Ami, az kurva jó, mert már tudom is csinálni ezt a robot dolgot. Meg még mi az, amit érdemes lenne nagyon? Mit tudom én, lámpa szerintem tök nem kell. Esetleg az, hogy tudna gyógyítani, de tök van időm gyógyulni. Nem sok értelme lenne. Esetleg csináljunk még egy ilyen egy ilyen lámpát. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Kell hozzá egy headlight. És akkor már igazából azt is le tudjuk. Craft. Mindjárt meg lesz 2 percen belül. Jó a gyerekek, szuper! Hát megint egy ilyen rohadt hosszú része jöttem, ugye? Szervetlen craft. Oké. Szerves craft. Oké, és akkor acél ide. Gyerekek, az lesz, át fogom itt rendezni a dolgokat, rájöttem, hogy egy kicsit ez nem jó, és szerintem ti is érzitek, hogy itt legyenek az összes dobozok, esetleg 2 sorba. Ott meg lesz egy garázsbejárat, és az egy garázs lesz, ez a rész egy garázs lesz. Ide befér bőven az autó, meg akármi akarok, akkor le tudok menni. Valahogy úgy megoldjuk, hogy a zombik ne tudjanak följönni, mit tudom én, egy darab ugratós rész lesz, aztán akkor be tudunk ugratni, remélhetőleg meg vissza ki. Úgyhogy ezt valahogy így fogjuk megoldani, jó? Igen, és még mindig nem tudok betonkeverőt, sajnos, de most már tudnék ugye csinálni ilyen. Ezt le is ki is fogom olvasztani, meg akkor csináljuk azt, hogy szerintem, nem tudom mit, hogy Iront. Csináljunk Iront. Aztán akkor lesz az is. Jó, hogy valami működjön, meg akkor gyorsan dobok be a fémhő. Ezt meg ezt, azt olvasszuk be. Úgyhogy ez így tökéletes lesz. Ez is beolvad, ez is beolvad. Jó. Ez meg akkor lekraftolódik. Mennyi idő kell neki még, hogy ezeket lekraftolja? Az egyik az meg is van a macibaci, és akkor mindjárt ezt be is rakjuk. Előleg még látszik is rajta, ez tök jó. Mi az a izé mód ez? Ez a jelző mód lehet szerintem. Hogy kell lesz? Jó, el kell rakni először. Mi? Hiszen nincsen semmi nálam. I've still got items in my inventory. Ja, még gondolod, hogy auger. Ó, várja, akkor a túllagba. Nem a 4-es auger a legjobb nekem, a 5-ös auger. Figyelj, 5-ös, 6-os. Meg ez is 5-ös. Brutál. Tök jó. És ezeket tényleg felesleges magammal vinni. Goodbye then, for now. Nyugodjál meg, nem lesz semmi baj, csak berakom a módokat, jó? Kapsz egy maci fejet, meg kapsz egy ilyen hazard lightot. Már kíváncsi vagyok, hogy ez mi a pöcsöm akar lenni. Ugye a maci az majd 10%-kal növeli a staminám. Tök jó, hogy bazdmeg nem is sérült, ez érdekes. Ez meg ugye, ez olyan capacity, ez meg az, hogy valami, nem tudom, valami jelző, mondja, kipróbáljuk. Hogy nézel ki egyáltalán? Van macin? Ó, hát jó, meg elvileg van valami villogód. Megnézzük, hogy mi az a villogó, testvérem. Meg gyors leadjuk a questet akkor már, hogy itt eltököltünk. Oha. Na, fasza. Ez érdekes volt, kicsit valami beszorultunk, majd beakadtunk. Na, mi az a villogó tesó? Ez valami izé? Az várom, hogy valami legyen. I've got a bad feeling about this. Kaptuk a pofont. Várja, arra vagyok kíváncsi, hogy mi az a bónusz? Robotic drone morál booster mode, figyelj, 10%, hú, ez tök jó. Na, viszont valami jó dolog legyen.
Na, ez tök jó, hogy kicsit kipucoltuk, hogy a szerszámokat teljesen fölösleges magammal vinni. Szerintem az egy jó megoldás lett. Ezek meg ha gyűjjenek, ezt megesszük, az meg már megint lootoltunk egy csomó kacatot. Mi gyerekek, nagyon gyorsan le kéne adni a questet. Meg meg kéne nézni esetleg mi van nála adó, de hát azt meg mondjuk hiába is nézem most. Mert nincs nálunk pénz. Jaj, de arra jó, jobban érezzük magunkat, hogy a drónon van egy maci. Figyeljetek, fullos a drónunk, bassza. Nyisd ki ajtót, leadom a questet. Hát ez marha jó. Viszont a világítást azt nem tudom, hogy jelzőfény elvileg, de hát... Ember, mi a baj veled? Ez mi? Tor? Great to see you, master. Semmi gond? Ja, egy izét fogok csinálni, egy följáratot a motornak szerintem. Gyorsan! Ne adjuk a questet! Megint Legendary part. Üzemanyag. Igazából most már lassan ott tartunk, hogy körülbelül nem kell semmi. Nem tudom, legyen ez. És valami jobot adja. Úristen, hallod? A hatos izék jobok. Legyen egy infested clear, igazából már csak azt adja egy kilométerre. De semmi gond. De nem fogok most elindulni oda. Hanem az lesz, hogy egy kicsit fogunk építkezni. Meg akarom csinálni rampát, hogy legyen garázsunk, és fönt legyen a garázsunk. Meg ki kellene próbálnunk, ugye, hogy ez a lépcső ezt valóban nem működik-e, mert akkor ezt át kell alakítanunk nagyon drasztikusan. Ez viszont nem tudom, hogy mi ez a jelzés rajta, hogy nem akarja ezt. Na, innen fogjuk, úgy oda rakunk a ládákat, az jobb is lesz, hogy ott lesz a kraftolás, és akkor ott meg a garázs lesz. És akkor valahogy így megoldjuk, hogy egy ilyen hosszú rampát, nem tudom milyen rampán tud fölmenni a motor, azt leteszteljük. És hogyha siker, gyerekek kisebb próbáltuk még az izét, például a, tudjátok mit. Most már korlátlan anyagmennyiségünk lesz, van augerünk is, meg van izajánk is, van parkside-unk is. Láncfűrész, hol a láncfűrész? Azért ez a láncfűrész az adja szerintem. Ezt meg kirakjuk a izébe, a weaponbe, ezt majd átnézzük, hogy hogy működik. Hol van a izé vajon? Szelmetlen craftba gondolom. Ja, ó, teszem, na! Hát ez jó. Jó, várj, a skill pont, hány skill pontunk van? 3, basszus, nagyon durván jön a skill! Na, egyébként komolyan mondom, most nagyon, nagyon rá vagyok kattam, hogy szétgyúrnám ezt a Lucky Looter-t a poénból. Egyébként mit ad ez? Ez elvileg valami... Rifle, Explosive Weapon and Tools. Jó, mindegy. Ezt figyelj, én akarom ezt nagyon, ezt a izét. Ezt a Lucky Looter-t még följebb húzni, az viszont 3 pontot el kell erre költenünk. De hát... Harja, lehet, hogy most már... Engedi? Engedi, hat! És még maradt egy skill pontunk, a következő 5-ösnek kell lennie, ugye? Gyerekek, hallod? Brutál. Brutális. És jó, hogy nem raktam a sörétesre, mert igazából nem annyira jön be nekem. Amire meg pakoltunk, az meg már igazából tök fullos. Még akartunk valamit rakni, és ez nem más, mint a parkörre, ugye? A Ranengarra most nem enged, rakjuk a parkörre egyet, mert ugrani szeret a képből. Úgyhogy, most már tök jó. Még egy ilyen nagyobbat ugrik. Marha jó. Király lesz. Tök jó. Oké. Megyek gyerekek, mert rettenetesen hosszú lett ez a rész. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett. Hát jó sok dolog történt, viszont az beteg. Azt írjatok már véleményt, hogy nektek is ilyen beteg a loot ennyi. Hát valószínűleg ugye amiatt, mert nagyon durva loot stage-ünk van. 238 most. Alapba. Hát ez föl fog menni 300 fölé most már. Úgyhogy ez tök jó. Elbúcsúzok, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!